Kicsoda? Szélszámítól meg a Beket. Ja, hogy hol vannak? Igen. Nem tudom, kérdezd meg a Julitól. Hol vannak? Itt van egy kérdés. Az első kérdés, hol van a Szőke Ancs és a Beke? Ők, nem tudom, Dani? Dani, hol van? Dani válaszol. Te akarsz válaszolni arra a kérdésre, hogy hol van a Szőke Anikó meg a Beke? Felelős. Úgyhogy akiről tudok, hogy az Erdély Miklós Alapítvány tagja, az a Szőke Anikó az elnök, a Beke, a Peternák, és ki van még benne? És a Forgács Péter nevét láttam most az e-maileken. Azért, mert nem, de szerintem erről szó lesz, majd nem felel meg a kívánalmaiknak az, amilyen módon az Arthur nyilvánosságra óhajtja hozni az Erdély Miklós életművét és hozzáférhetővé kívánja tenni. És ez ügyben nem sikerült semmilyen, hogy mondjam, az egyáltalán erről tárgyalni. Illetve hát sokáig úgy volt, hogy együtt működünk, de aztán most az utolsó pillanatban kiderült, hogy ez nekik mégsem tetszik. Nem, hogy nem felel meg bizonyos tudományos elvárásoknak. Lehet, hogy pénz is van mögött, ezt nem tudom, szóval nem, hogy mondjam, jó, hát akkor én felvezetem a dolgot. Azt mindenki tudja, hogy az Artpoolnak a alapvető feladata ezért jött létre, ezért alakult, hogy hozzáférhetővé tegyen bizonyos dolgokat, amik nem hozzáférhetőek, és ezen veszettül próbálunk 20 éve dolgozni, és ezek között Erdély Miklós egy igen jelentős anyagmennyiséget és egy életművet képvisel. És viszont soha nem vállaltuk azt, hogy mi fogjuk feldolgozni az Erdély Miklós életművet. Tehát úgy gondoltuk, hogy alapvető feladatunk az, hogy hozzáférhetővé tegyük addig is, amíg nincsen feldolgozva az Erdély Miklós életmű, azokat a dolgokat, amik egyrészt megjelentek, vagy valamikor láthatóak voltak, kiállításokon nyilvánosak voltak a 80-as években, hogy azok most is láthatóak és hozzáférhetőek legyenek. És úgy gondoltuk, hogy egyrészt minden segítséget próbáltunk és próbálunk megadni ahhoz, hogy ez minden hamarabb tudományosan is feldolgozódjon. Ez a két dolog nem jött össze, és most azok, akik úgy gondolják, vagy úgy valóban így is van, hogy ők felelősek azért, hogy ez tudományosan feldolgozva legyenek, úgy döntöttek, hogy addig viszont semmi ne legyen hozzáférhető, vagy legalábbis ez a része, amit mi szeretnénk volna, ne legyen hozzáférhető, mert amíg ők nem adják rá áldásukat. És ezt mi van a tulajdonosokban, ami nekik nincs? Ebben a tulajdonunkban nincsen semmi, mert az Artpool információt őriz. Tehát sok információ van a tulajdonunkban. És azt nem volna szabad az Erdély Miklóssal kapcsolatban nyilvánosságra hozni? Ezek, én is ezt kérdezem. Ez a mi kérdés. Akkor most mi a helyzet? Szóval nem lesz könyv? Nem tudom, mi a helyzet. Ma kaptam egy e-mailt, amit itt lehet olvasni, úgyhogy én megpróbálom. Nem lesz Erdély Miklós könyv. Azt lehet, de biztos lesz. Hát bízunk benne, hogy lesz Erdély Miklós könyv. Na, igazából az a vicces dolog, hogy végre ez a műcsarnoki szájt lett volna az első olyan dolog, ami egy lépés lett volna afelé, hogy végre valami konszenzusosan a nyilvánosság elé kerüljön. De, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép szájt, és akinek szerencséje van, ma még láthatja, mert holnap viszont meg levesszük. Én már megnéztem, végignéztem az egész. Sőt, gratuláló leveleket is kaptunk, hogy milyen szép. Vető is gratulál például. Mi? Mert írtak egy e-mailt, hogy lenyárulok hozzá. Igen, ja, itt van, itt olvasható az e-mail. Ma kaptam egy e-mailt, hogy ilyen nem járulnak hozzá, hogy ez fönn legyen az Artpool weblapján addig, amíg nincsen könyv. Általuk ellenőrzött módon, elfogadott módon kész. Na jó, ez hülyeség. Ez valamit kérdezik. Úgyhogy a levelet négyen írták alá. Négyen írták alá, Szőke Anikó, Beke László, Peternák Miklós és az Erdély Dani. Hát talán ő többet tud róla, mert ő látta ezt a levelet. Kérdezzük a Dani. Szerintem technikai jellegű probléma van, és hamarosan... Nem lehet. Mondhatom, hogy nem mondhatom. Mondd! Én nem akarok itt a központban lenni, és nem is vállalom. Miért nem lennél a központban? Nem akarok, mert nem azért... De nem a központban. Nem ez a kérdés. Miért nincs könyv?
Most a könyvről beszéljünk, vagy a website? Most a website-ot fejezzük be, jó? Mi az, hogy technikai jelenlegi probléma? Ez a szocializmusról tudta jelenleg. Mi az, hogy technikai jelenlegi probléma? Hát az van, nem szocializmus? Letiltották, az is a szocializmusból jelenleg. Egyébként tényleg? Nem, ez olyan, hogy én ilyen egy hete láttam ezt a website-ot, valami a Erdély Miklós Alapítványnak is gyakorlatilag, és a Artpoolnak is, a kuratórium elnöke, a Szőke Anikó, tehát saját magával is vitatkozik. Hát persze, és azt hiszem, hogy jelezte többször, hogy lenne egy pár dolog, amit javítanának, és meg kéne egyezni, semmiféle szerződés, megállapodás, ilyen formális együttműködés nincs, csak egy ilyen hatalmas lelkesedésből a Gyuri, vagy Gyuri egyedül föltett egy csomó mindent, ami állati jó, csak kicsit még ki kell javítani, és mert én kötelességemnek érzem, hogy megőrizzem azt, ami az én kultúrám része. Ennyi. Egy mondat. Persze, és szerintem a Gyuri azt tesz valamit akar, csak az Anikónak vannak ilyen, tehát ő maga rengeteget dolgozott ezen, és szeretne, hogy azon a nívón és olyan feldolgozási módon, tehát ez ne legyen egy alásra ezek által a improvizált linkek, vagy ilyesmik által. Tehát majdnem jó, szerintem még egy olyan 2 hónap munka van rajta, aztán föl lehet. Több minden is lehet, nem is értem, az interneten... De hogy az Anikó munkáját átdolgozva nem igazán jó, hogyha fölteszem. Jó, ez az ő munkája. Ennyi. Úgyhogy kár ezt misztifikálni, de az nagyon jó, hogy ez így elindult, tehát akár ilyen vita formájában, csak nem kell ilyen nagy tragédiát gyártani belőle. Nem kell. De csinálhattok. 20 éve nincs meg a semmi, hát az én nem. Nehogy semmi, bárki odafordult az Erdikus Alapítványhoz, konkrét kérdéssel az megkapta. Ugye Munkácsi Mihály, jobbra nézek, balra nézek, 5000 ezek, akármi van, ez hülyesek. Ez a website story. De nem hoztuk le. De nem hoztuk le, mert most demonstrálunk. Mindenki érezze, hogy mi milyen kínos helyzetben vagyunk emiatt. És érezzék kínos helyzetben minden, egész Magyarország érezze kínos helyzetben magát, mert ez nonsens, ami itt folyik. Én 3 hónapot dolgoztam a múlt évben. A múlt évben volt az, hogy a 10 évet ugye összeszámoltuk, mert hogy 10 éves évfordulója volt annak, hogy mi egy évet töltöttünk Erdély Miklóssal. Azért, hogy kutatható legyen. Illetve a maximális program, az volt a minimális program, a maximális program az lett volna, hogy a könyv, ha nem is készül el, de legalább nyomda előtt álljon. Hát az egyáltalán az szóba se jött, de minden esetre ilyen portfóliókban kutathatóvá vált, tehát azt elértük abban az évben. Nagyon jól emlékszel, Dani. Egy olyan programot csináltam, hogy végigvettük, tehát végigvettük az összes részletét az életműnek, vagyis az Erdély Miklós tevékenységi körének. Úgyhogy egy csomó embert meghívtam, most nem mondom el, emlékszel. Lényeg az, hogy nem azt mondom, hogy nem történt semmi, mert volt egyedül a nagy életmű kiállítás volt, ami történt. A többi... Volt 56. Azok apróságok voltak. Na jó, mindegy, történt, ami történt. Én tavalyi évben, mivel hogy 10 éves évforduló volt, gondoltam, hogy most ez muszáj. Szóval ez itt egy lelkiismereti kérdés, hogy most hallgatunk, vagy szólunk-e. Most a Bibliában ugye van az a bizonyos mondat, hogyha tehetnéd és nem teszed, bűnöd neked az. Most én Biblián nevelkedtem, és ez sokszor eszembe jut, hogy most ha valamit teszek, jót vagy rosszat, ha nem teszek semmit, az is rossz. Tehát a nem tevés... Cinkos, aki néma. Tessék, egy másik megfogalmazás. Tehát akkor nem volt mit tennem, akkor kitaláltam, hogy akkor csinálok egy kronológiát egy ilyen éves szintre, az meg is van. Abban az amikor nagy nehezen besegített, mert mondtam neki, hogy ha ő nem ad semmit, akkor én magam megcsinálom. És akkor erre adott egy nála levő egy ilyen nagy valamilyen szisztéma szerinti salátát mondhatni, mert tele volt hibával. Úgyhogy az Anikó azt mondja, hogy ő csinálta, hát nem tudom, mindegy, vegyük le azt, amit ő csinált, és marad, amit én csináltam, és akkor meg lehet látni, hogy mennyi az, amit ki mit csinált. De ezzel nem kívánnék vitatkozni, mert teljesen felesleges. Hanem a következő, hogy
Akkor úgy történt ez az egész, én néhány erdélyi művet akartam felrakni, mert kép egyáltalán nem volt a szájtunkon, csak szövegek voltak. De ezt muszáj, mert nem tudja senki. Rögtön ezt befejezem, rövid leszek. De hát van, aki nem tudja, hogy mi történt. Na jó, akkor utána, oké, tiéd a szó. Samon egyek hol vannak? Hova tűntek? Jöjjenek vissza. Jöjjenek ide. Nem tudom, hogy a erős... Minden ismerősöm. Nem tudom, hogy erős sorokat miért nem töltik meg az emberek. Az egyetemen is fölülő volt. Igen, félnek tőlem. Hát lehet is, mert lehet, hogy táncolni kérem őket, vagy hadonászok, vagy ilyesmi. Ezt soha nem értettem, hogy miért kell kihagyni az első sorokat. Nem tudom, hogy egyébként aki nem ismeri. És na hát akkor kezdjük valahol. Már nekem itt több egyes is van, meg nullás, hogy hol kell kezdeni. Kezdjük itt, hogy ki is volt ez a Erdély Miklós. Ha jól emlékszem, volt egy ilyen kék cetli, hogy én miért vagyok itt, vagy milyen kérdést kéne nekem feltenni. Hogy volt egy létjog, vagy van-e létjogosultsága Erdély Miklós életének? Vagy mi volt pontosan? Legyen már túl vagy, különösen jó helyen vagy. Van-e még jogosultsága? Nem tudom, hogy túl vagyunk-e rajta. Na, tehát, akkor először is kezdjük a nullással. Nincs nullás meg. Tehát, mi itt most egy föld alatti üregben vagyunk, és igen, ez az a kék cédula. Igen, életünk volt. Ha van miért, ha nincs miért. Tehát én arra gondoltam, hogy úgy próbálok beszélni, hogy a... Most matematikában soha nem voltam jó, és ezt azt hiszem többször el fogom mondani. Még mielőtt bármit is mondanék, azt is el kell mondanom, hogy gyorsan fogok beszélni, és nagyon nehéz megérteni. De valaki erre azt mondta, hogy Orbán Viktort is megtanították lassan és érthetően beszélni. Ha ennek az ára, hogy úgy kell beszélni, mint Orbán Viktor, akkor nem beszélek lassan. Úgyhogy ebből a szempolitikailag is itt minden leilletéve. Na, tehát. Szóval akkor, ha valaki nem ért valamit, akkor állítson meg, mert tényleg gyerekszörnyű lesz. Szóval, itt ülünk egy pincében, amit hát nekem valahogy meg kellett értenem, hogy egyáltalán el tudjam kezdeni. Mivel, hogy saját gondolataim nagyon ritkán vannak, ezért inkább másoktól próbálok segítséget szerezni. Egy kedves kollégám, egy művészettörténész azért nem jött el ide, vagy azt mondta, hogy azért nem érdemes idejönni, mert a Árpool előadásai az elmúlt években ezoterikussá váltak. Ez egy fantasztikusan jó megállapítás volt, nagyon-nagyon örültem neki, ugyanis anélkül, hogy tudta volna ez a kollégám, egész szakmáját leszólta úgy, hogy van. Valóban ezoterikus előadáson vagyunk, amennyiben az ezoteriát úgy értjük, hogy egy ilyen belső körnek a szinte ismeretlen csöveje. Egy viszonylag közepes méretű, galaktikus szempontból közepes méretű bolygó egyik városának a pincébe vagyunk. A föld alatt vagy a föld fölött, a tengerszint fölött vagyunk, teljesen mindegy, hogy pontosan hol. Kevesen vagyunk, és egy olyan témáról beszélünk, amit valószínűleg mindegyikünk érdekli, vagy ért, vagy valamilyen módon hozzászól. Van itt olyan, aki nem tudja, ki az Erdély Miklós, van, aki pedig talán sejti. Nem hiszem, bárki is tudhatná pontosan, hogy ki az Erdély Miklós, vagy én ki vagyok, vagy bárki a közönségből kicsoda. Minden esetre most úgy tűnik, hogy azt kéne megnéznünk, hogy, vagy nekem ez a kérdés lett feladva, hogy ha van miért, ha nincs miért. Na, hát ki volt az Erdély Miklós? Miért érdemes vele foglalkozni? Nekem Erdély Miklós személyesen egy időutazó volt, vagy időutazó van. Na most itt akkor azt hiszem tisztáznom kell, hogy mit értek időutazó alatt. Azt hiszem mindannyian időutazók vagyunk, mert utazunk egy időben, illetve néha térben is. Ha úgy veszünk fel, akkor kilőtt puskagolyó sebességével rohanunk az űrben, de itt most a Erdély Miklósnál nem egészen arra gondolok. Amikor először megláttam a műveit, találkoztam vele, akkor úgy éreztem, hogy az az egyetlen dolog, ami akkor is ott van, és ér valamit azon a kiállításon, ahol ezt láttam, és azt hittem, anélkül bármit is tudtam volna az illető nevéről, hogy egy kortársam. És utána rá kellett jönnöm, hogy akkor már 13 éve halt volt. És mégis én egészen eddig a percig, vagy pár másodpercig kortársának tartom és tartottam.
időutazó minőségében. Sokkal később megtudtam, nem sokkal később, pár évvel később volt a életmű kiáltás, amiről itt már volt egy kis szó, hogy ő valóban készített, nagyon sokat foglalkozott idő természetével és időutazás természetével is, úgyhogy ebből a szempontból is igazán úgy éreztem, hogy valamit értek abban, amit ő csinál. Lehet, hogy nem próbálta meg, lehet, hogy én próbáltam, miközben a műveit néztem a műcsarnokban, vagy bárhol máshol, olvastam könyvben, vagy néztem websájton. Megpróbáltam azon gondolkozni, hogy ő milyen időfogalmat keres, vagy használ. Szoktál például mérni az időt? Rengeteg olyan művész van, rengeteg olyan művészet tudok, aki időt mér, néz, milyen magas, milyen hosszú, mennyi idő telt el. Lehet-e visszafelé menni az időben, odafelé menni az időben? Apropó időutazás. Azt nem tudom, hogy nyilvánvalóan mindenkinek, hogy időutazással csak két dolog lehetséges. Az vagy van, vagy nincs. Tehát nem olyan, hogy lesz, hogy egyszer feltalálják, mert ha egyszer feltalálták, akkor visszajönnek, és akkor már vannak. Tehát két dolog lehetséges. Egyik az, hogy nincs időutazás, a másik az, hogy titkosan van, és nem tudunk róla jelenleg. És azt hiszem, ez a lényeg. Na, tehát idővel próbáltak mindenféle manőverekbe kezdeni. Ez a mérés például nem érdekes probléma. Már megint a matematikához kell visszatérnem, nagyon-nagyon nagy problémákat okoz a mai napig, hogy a időt mérik. Tehát van egy ilyen izé, ami így néha vált, meg ilyen víz folyik, meg nem tudom, azt mérik, hogy milyen gyorsan feleződik atommag, azt hiszem ez a legfontosabb időmérési eszköz, és évente egy másodpercet kéve. Már ez a másodperc az jelent bármit is, mert itt megint csak a atommag okoztásáról van szó. Időnek például leírtam itt például, arra próbáltam választ keresni, hogy hol számít az idő. Mert nekem például egyáltalán nem számít az idő. Volt egy időszak, amikor elég nagy problémát okoztam azoknak embereknek, akik ismertek, amikor azt mondtam, hogy naplementek, ott találkozunk itt és itt. Mert meg kellett nézniük, hogy mikor van pontosan naplemente. Mármint az ő idejük szerint. Két olyan helyet találtam, ahol idő számít. Mind a kettőt pénznek hívják, egyik ez a Microsoft. A Microsoft Windows nevezető operációs rendszer, amit én használok, ott nagyon számít az idő, hogy pontosan hány óra van. A másik meg a tőzsdei dolog, ahol szintén számít a idő, és ez még gyűrűbb volt látni most a nagy nyugati leállás idején, amikor valamilyen napnál fogva az egész nyugati világ leáll pár napra, és érdekes módon a pénz nem áll le, tehát a tőzsde megy. A keleti világ, vagy a nyugati világ ébren lévő része, aki ügyeletben van, vagy a nem is tudom, éjszakon és délen ugyanúgy telik az idő és ugyanúgy is leállás, ők teljesen más emberek, nekik fontos. Egyébként rengeteg történet van, de most aztán ebben nem megyek bele. Volt ez az ember, aki időutazó, vagy van ez az ember, aki időutazó, mégis egy egészen nyilvánvaló bizonyítékunk van arra, hogy jelenleg nem időutazó nincs a körünkben, az, hogy fizikailag nincs jelen. Az eredetie, az a test, amit ő birtokolt, vagy nem is tudom, erről lehet vitatkozni, az nincs itt. Lehet, hogy van reinkarnációja, nekem van is gyanúm, hogy ki az, de az a reinkarnáció most, ha jól tudom, nincsen jelen. És már ebben lehet hinni, meg nem hinni, de én részemről nem. Minden esetre érdekes felvetés. Ide azt írtam föl, hogy mikor élt. Tehát ezt kéne valahogy meghatározni, ha jól tudom, 86-ban hunyt el. Ez nekem nagyon nagy szörnyűség, mert akkor csak 8 éves lettem és nem ismerhettem. És már amikor az első művét, ami egyébként a Vázavirággal című kompozíció volt. Én rengeteg vázavirággal ismerek, és egyik kedvenc vázavirággal kompozícióba övé. Most rákerestem interneten a Vázavirággal című műalkotásra, és rengeteg gyönyörű dolgot találtam. Az övé nem volt köztük az első 2000 találatban, ami szomorú, mert az egyik legszebb és legéletűbben visszaadott vázavirággal. Na, tehát ez egy olyan ember, aki, ahogy a szövegeit olvastam az elmúlt években, valami hihetetlen sötét és kegyetlen korban élt, amikor a olajára határozott meg mindent, a politikusok hazudtak, mindenkit megfigyeltek, nem is tudom, tehát rettenetesen háborúk voltak a Földön, és nem kell sokat mondanom, mert ez nem változott, tehát akkor még ma is él, ez lehetséges, tehát valamilyen módon itt van a szelleme, mert nem is tudom, mert a problémák ugyanúgy megmaradtak. És erről gondolkodva jutottam oda, hogy két művéről, vagy
két olyan dologról szeretnék beszélni, amely foglalkoztatta őt. Egyik optimista előadás, amit a ELTE-n adott elő 81 áprilisában, és az egyik jelenlévő volt a házigazda, és a másik pedig a Isten pici című műve, amit most tudtam meg, hogy hol van kiállítva. Ez van egy Hamlet mű, és azt elfelejtettem, az a munkahelyemen van egyik sarokba lerakva, egy ablak mellé van odatolva, hadititok, azt hiszem az a címe egész pontosan, egy Orwell kiállítással adta ki Bécsben, nem tudom pontosan hányban, itt egyébként olvasható a hadititok szöveg, tehát az, amit azon a általa igen kedvelt fény ilyen kijelzőn fut. Na, tehát ezekről a szövegekről fogok valahogy beszélni. A alapos jegyzetemet szerencsére rettenetesen összekuszáltam, és egy címet is adtam neki. A hadititok lopás lett a címe. Ha én addig, amíg nem láttam a hadititkot, nem is éreztem volna abszolút szellemi apámnak, társamnak, jelenlévőnek Erdélyt, akkor megtörtént, amikor megláttam ezt a hadititok gépezetet, főleg a régi Ludwig Múzeumban, abban a nagyon érdekes sötét teremmel, mellette a bajsz, meg még van volt talán, ott villogott az a fényes kijelző, ráadásul éppen sötétben láttam, az nagyon jó érzés volt, amikor az a kátrány meg a sátorpontba elérje a fényt, és az a három lámpa maradt. Most hagyjuk ezt a típus leírásokat, mert nem mindenkinek kell ismerni azt a művet. Talán majd megnézik, hogyha eljutnak abba a szörnyű kiáltó térbe, ahol jelenleg van. Minden esetre, amikor talán a 4. vagy 5. mondat elolvasásakor rájöttem, hogy ez az ember, ez sokkal jobban tudta, hogy mi van ma, mint bárki a generációjából, vagy nagyon sokan a mi generációmból. És azt hiszem, a mai eladásom erről fog szólni. Egyfelől a titokról, és másfelől a lopásról. És az a történet, amiről az előbb beszélgettünk, az szintén ide kapcsolódik. Itt is egy titoknak a felfedése volt, és ha úgy veszük el lopása, most visszalopása, vagy nem is tudom, merre fog a történet tovább haladni. Na, szóval akkor kezdjük. Azt mondja, hogy igen. Tehát akkor most hagyjuk azokat elméleti szövegeket, amikben azt taglalja ez egy két optimista előadás, hogy mennyire kiürült a világunk és mennyire titoktalanná vált. Ezt lehet vitatni, én egyetértek vele. Nyilvánvaló, hogy amikor rájöttünk, hogy azok a utak, amit a titokkeresésben jártunk, mert ugye azt hiszem mindannyian, akik itt vagyunk, szeretnek titkokat felfedni. Titkok, az a helyzet, hogy leírtam, hogy milyen titkok léteznek. Kétféle titokrendszert építettem föl. Az egyik egy olyan világban lehetséges, ahol a lehetőségek száma véges. Ez egy rettenetes problémát hoz elő, hogyha a lehetőségek száma véges, akkor a világ is véges, tehát pici és Isten is pici. Ez egy óriási probléma. Főleg a hívőknek, őket nagyon sajnálom, mert nagyon sokat kell kutatniuk ezután, hogy visszataláljanak az eredeti hitükhöz. Szerencsére nekem nincsen, úgyhogy én bárhol eltévedhetek. A másik lehetőség, ami szintén, ami egyébként a titkok szempontjából és lopás szempontjából is nagyon-nagyon rizikós, az, hogy a dolgok nem végesek, hanem végtelenek. Amennyiben végtelenek, annyiban teljesen átláthatatlanok, és ezért titkosak. Annyira titkosak, hogy felfedhetetlenek. Na most, amennyire én megértettem ezeket a műveket, amiket tanulmányoztam, Erdély is erről beszél, ez is ugyanilyen. Tehát amennyire egy művész képes lefordítani a gondolatokat egy sokkal könnyebben közelhető vers nyelvre, annyiban ez neki sikerült, legalábbis számomra. És ennyiben bizonyosnak tartom, hogy a szelleme, vagy az, amit ő avantgárd, neavantgárd, posztneavantgárd magatartásnak tart, az nem egy felesleges próbálkozás, hanem egy nagyon is optimistán vehető és optimistán tekinthető támadás a világ ellen. Ez egy nagyon fontos opció, hogy mindenképpen egy ilyen agresszív és semmivel meg nem elégedett kutatás legyen. Tehát ha valaki titokkal foglalkozik, ha valaki nem elégedik meg a válaszokkal, akkor sehol soha nem adhatja föl. És nekem a optimista előadása az erről szólt,
hogy akármennyire kétségbe esett ejtő a helyzet, akármennyire is pénzről alkodik a világban, akármennyire is időről alkodik a világban, akármennyire is minden le van átszolva, hogy ellophatatlan legyen, vagy minden áttekintető, hogy ellophatatlan legyen, mindenképpen minden lehetséges probléma ellen, amit látunk, a leláncolt problémák ellen is küzdeni kell, és akkor talán lesz valami. Ha ezt nem tesszük, akkor... akkor vajon. Tehát ő ezekben az írásaiban egy gyönyörű tudományvallás felé fordul, vagy megtagadja ugyanezt egy mondaton belül. Először kijelenti, hogy ha a vallás már nem adja meg a számunkra a megfelelő válaszokat, és rögtön a tudomány felé fordul, majd elmeséli nekünk, ha esetleg nem tudnánk, vagy nem a 70-es évekbe jöttünk volna, hogy mivel sikerült kijutnunk a űrbe és jártunk a Holdon, ezért lényegében ez a lehetőség is kudarcba fulladt, ez a súlypont nem a beláthatósága, hanem a beláthatatlansága miatt. Egyszerűen túl messze van a Hold, túl messze van a Vas. Egyébként ez így, ahogy kerestem különféle dolgokat az agymenésemre, egy nagyon érdekes problémába ütköztem, mégpedig a náciknak a Holdon és a Marson létesített bázisába. Hogy hogyan jutottam el ideig, valószínűleg valahol az első mutatónál lehetett a probléma. Amikor annak örültem hihetetlenül, hogy ezoterikus az, amit csinálunk. Tehát, hogy itt emberek ülnek és hallgatnak egy szöveget valamiről, amit nagyon-nagyon kevesen értenek, egy nagyon pici világban, ahol pici az Isten. Valahogy az ezoteriából Hitlerhez keveredtem, és Hitlerről pedig a űrbázisra, és pont akkor olvastam a hordaszállásról szóló szövegét a LD-nek, és egy gyönyörű összeesküvés elméleté terebélyesített, amit most nem osztanék meg, bármennyire is szeretném. Minden esetre a nácik a űrből irányítják a világot, vagy nem. Na, tehát akkor térjünk erre a végre a titkokra, hogy sem minden igaz. Na, itt elhangzott a beszédelem előtti beszélgetésben az, hogy kommunikáció, sőt az is, hogy információ, és hogy azok csak információk és csak kommunikáció. Én nagyon-nagyon nehezen tudok visszaemlékezni bármilyen olyan dologra e földön, ami számomra nem információ lett volna. Olyan cselekedetet, olyan tárgyat, vagy olyan jelenséget nem tudnék mondani, ami nem egy információs sor, akár egyesek vagy nullák által leírva, akár ennél sokkal bonyolultabban, ingerek és különböző hatások összessége. Ha valami csak információ, akkor minden. Tehát legalábbis én ezt így látom, és ahogy eddig munkáját tanulmányoztam, ő is nagyon hasonlóan látja. Itt akartam csinálni egy rövid happeninget, akciót vagy performance-ot, megpróbáltam volna két pötyösbögrét összeadni. Na most, mert már megint a matematikánál tartok, nekem egy hihetetlen nagy problémát okozott általános iskolás osztályában az a állítás, hogy egy bögre meg egy bögre az egyenlő két bögre. Mert egyszerűen nem tudtam a kettőt valahogy elképzelni, hogy tehát az a bögre nem az a bögre, és az teljesen más bögre, az egy másik bögre, az egy bögre meg egy bögre. Ott nem lehet, nem két egyforma, nem lehet összecserélni őket. És hát azt hiszem, a Edének az azonosítás elméleti vizsgálatai azok abszolút ide vezetnek, például a ikrek ábrázolják egymást, vagy egymásnak a duplikátumai, stb. Ezt ha valaki érdekel, akkor nézzen utána. Minden esetre megpróbáltam volna ezt a matematikai feladványt valamivel egyszerűsíteni, csak megnéztem, és kötös bögre nagyon drága volt, tehát 1800 forint lett volna két bögre, plusz kalapáccsal összeverni őket, hogy egyek legyenek, az nem érte volna meg. Felkör után elveszték bögre létüket, tehát egy ilyen, inkább egy ilyen halom, amiből veszélyes vinni. Magyarul más információt közöl, mint amit eredetileg neki el kellett volna látnia. Na, visszatérve az információkra. Amit én Erdély Miklósról tudok, itt nagyon sokan vannak, akik találkoztak vele életében, és gyakorlatilag tanúi az ő létezésének, tanúi annak, hogy ő tárgyakat hozott létre, és azokat a múltra hagyta. Én ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Tehát én még abban sem vagyok biztos, hogy az utca, ami kint van, az létezik, mivel nem látom, ezért csak tanúvallomások alapján lehet valami bizonyosságom róla. Abban sem tudnám bebizonyítani, hogyha itt egy élő kamera lenne, és közvetítenék az adást onnét. Még mindig meg vagyok győződve, hogy Angliába például elutaztam, a kedvemért építették fel a díszletet.
de hát ezzel lehet vitatkozni, mert hát rengeteg álláspont van. Minden esetre, hova is tudtam Angliában, az információról. Az alapállítás az, hogy egyes információk titkosak. Ezek a titkos információk pont a titkosságuk miatt sokkal, de sokkal többet érnek, sőt meghatározzák a mi világunk szempontjából. Ott van minden információ, és akkor mondjuk azt, hogy a világ véges. Ez egy hihetetlen erős ateista kijelentés. Van egy másik nagy kedvencemnek, Borgesnek egy rövid írása arról, hogy Aquilius miért nem érte utol a peknős békát. És én nagyon-nagyon félek attól a írástól, nagyon-nagyon sokszor olvastam, és még mindig nem értem. És abban azt állítja, hogy nincs Isten. És ez döbbenetes erővel hatott ránk. Na. És ez most azért indul már megint, ez a hatodik kör ugyanabban a gondolatban, hogy a világ véges, tehát Isten pici. A világ véges, a információk száma szintén véges, viszont hihetetlen nagy a halmazuk, és nagyon nehéz közülük kiválasztani a használható információkat. Ennek két módja lehetséges a használható információk kiválasztásának, az, hogy egyes információkat titkosítunk, és különböző helyekre helyezzük őket. A másik az, hogy elrejtjük ezeket az információkat. Ha ezeket az információkat ott hagyjuk a többi között, akkor elvesznek. Tehát soha senki többet nem fogja megtalálni őket. A hihetetlenül sok, nem végtelen, de hihetetlenül sok információ van, és nem fogunk a végére érni. Ha csak valaki fel nem hívja rá a figyelmet, rá nem irányít egy sportnámpát, és meg nem mutatja nekünk, hogy ez az a információ, amit nekünk fel kell venni. Hogyha titkosítjuk, ezzel hihetetlen erővel ragadjuk ki a ismeretlenségből, és érdekessé teszünk. Azok a információ, amelyek titkosak, érdeklődésükre tartanak számot. Abban a pillanatban elkezd őket érdekelni. Én például nagyon szívesen ellátogatnék az Amerikai Egyesült Államok nevadai 51-es körzet nemzeti bázisába, és megnézném, hogy ott miket tartanak. Ez egy olyan információ, ami az egy dolog, hogy gazdaggá tenne engem személy szerint, hogyha csak én láthatnám, és azt hiszem ez a kulcsa az egésznek, hogy csak én, és számomra válna nem titkossá, számomra válna csak, nem csak titkossá, hanem információvá, és ezáltal pénzt keresetnék vele. Ez azt hiszem a lényege az egésznek. A mai világunkban, és azt Erdély valószínűleg nagyon-nagyon-nagyon jól látta, csak ezeknek a titkos információknak van értelme. Elő tudnék húzni egy adag embert, akinek a könyveit pont Erdély Miklós kapcsán olvastam. Azt hiszem, megvettem egy könyvet, ami a ő filmről szóló írásainak a gyűjteménye, és tetszett a tipográfiája a könyvnek, és megvettem az egész sorozatot. Azt hiszem, egy kivételével mindnek van, és ott voltak ilyen mindenféle emberek, akik azt mondták, az egyik, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a dolgok nem akkorák a mekkorák, hanem akkora a képük. És ezzel meg mélyen egyetértek, és lehet róla vitatkozni, de én azt hiszem, hogy ennél tökéletesebben nem lehet megfogalmazni, és amikor ezeket a sorokat olvastam, akkor fölháborodva kiáltottam fel, és a francia gondolkodónaktól kell olvasnom, mikor pedig már egy magyar művész sok-sok évvel előtte megfogalmazta ezeket. És ez a magyar művész Erdély Miklós volt. Az a Erdély Miklós, akiről azóta mindenkinek a világban mesélek, és zanzásítva és lehetőség szerint igen-igen félreérte. Elmondom, hogy mikkel próbálkozott, miket próbált a világra hagyni. Írásokat, macezdarabokat, olmot, kátrányt, üveget, hadititkot. És mindenki azt mondja rá, hogy ó, persze, hol van az angol megfelelője, azonnal adjam neki katalógust, és akkor hát szégyenkezve mondanunk el, hogy hát egyelőre katalógus nincsen. Volt egyszer egy kiáltása, ahol nagyon érdekes dolgok voltak, mindenféle kommentár nélkül ki volt rakva a fél magyar avangárd, és semmi nem történt azóta. Ez egy későbbi téma, ezt hagyjuk. A másik nagyon-nagyon fontos dolog, amire Erdély rájött, hogy a titkok önmagukban még nem elégségesek, föl kell hívni rá ők a figyelmet, és ismételni kell őket. Itt a titkokat azt hiszem most egy ilyen hirtelen agyalommal összevontom a műalkotásokkal, de ezt nem gondoltam át teljesen jól. Na, a másik jelentős dolog, igen, a lopás. A lopásnál még nem tartottam. Na, tehát, ha vannak információk, amelyeknek egy része titkos, ezért fontos, és ezért szeretnék kideríteni őket, és a többi információval nem foglalkozunk, akkor ez egy nagyon helyes művészi attitűd, rejtjeleket kell hagyni a világnak, amelyeket megfejtenek a későbbi korok, vagy nem fejtenek meg, ebben rengeteg probléma van és kérdés, hogyha
Nekem, hál' Istennek megadott az a tapasztalat, hogy... hál' Istennek, úgyis nem miért mondtam ilyet. Hogy... és hogy vezethettem teljesen tudatlan embereket állatokban, és rájöttem, hogy a leggyönyörűbb dolog, amit lehet velük tenni, az, hogy dekodoltatom, vagy segítek dekodolni neki a nekik a műalkotásokat. A rejtvényfejtése, krimiszerű rejtvényfejtés, az egy gyönyörű probléma, és Erdély esetében is nagyon szeretem csinálni, főleg, hogy mint egy megszakított Möbius, ő megadja saját magához a kulcsot. Tehát ha lenne egy jó gyűjteménye, lenne egy jó feldolgozása, akkor Erdély önmagát tudná magyarázni, akár Magyarországon, akár külföldön. És akármit is, akárki, akármit tesz ebben a ügyben, én támogatom, és szívesen segítem. Na, a másik, ami nagyon fontos Erdélynél, hogy ellentétben nagyon-nagyon sok kortársával, és lehet, hogy ebben nagyon sok mindenkit meg fog sérteni, és nagyon sok hasonló művésszel, ő rájött arra, hogy a dolgok nem egyszeriek. Ha csak egyszeriek, egyszerű információk, akkor még nagyobb esélyük van eltűnésre. A titok rejtjelezésen kívül a másik nagy lehetőség, ha ezek az információk nem akkorák, mint önmaguk, hanem sokkal nagyobbak, azaz ismétlődnek. Egyre több helyen tűnnek fel, és egyre többször vannak megvalósítva. A legtöbb közép-európai avantgárd mozgalom, eset, történés, nem is tudom micsoda, ezoterikus gyűlés, olyan gyűlések, mint ez, szinte láthatatlan, mert nem ismétlődik, és nem jut el szinte senkihez. Ezen a föld alatti tengerszint fölötti termen kívül sohasem nem fog eljutni, ha csak nem tesszük ki azt a felvételt, ami most készül, egy olyan hordozó felület, egy olyan információs hordozó helyre, ahol ez hihetetlen nagy tömeget fog passzívan is akár érinteni. Erre elég kicsi az esély, bár az a fehér laptopon látható jel, amit ott látok, az elég sok bizalomra adokat ez ügyben. Egy nagyon, nagyon régi és közkeleti jel, már római korban, megmutatnád esetleg a tömegnek, római korban használták. Egyetlen jelentése volt, az, akit az a hajó utolér, ami ez az ászló van, az nem kap kegyelmet. Tehát ha valaki menekül a kalózok elől, akkor annak vége szakad. Ugye a kalózok nem egy hídnél nagyon fontos dolog, de a kalózok sztorinál még messze vagyunk. Egyre az ismétlődésről van szó. Egy nagyon kedves barátom azt találta mondani, hogy az egész Erdély Miklós egy hülyeség, egy baromkodás, mert megint arról van szó, hogy néhány ember egy pincében mormogott valamit, kiáltottak néhány képet, és utána hazamentek. Egy nagyon pici és és jelentéktelen és láthatatlan történés volt, ami szinte senkit nem érdekel. Én azért örültem ennek a kijelentésnek, mert én nagyon-nagyon sok mindenről ezt gondolom, de az Erdély Miklósról pont szerencsére nem. Az ő életműve olyan, amelyet ha feldolgozunk, és ismétlünk, újra láthatóvá teszünk, sokszor ismétlünk, akár 24-szer egymás után másodpercenként, akkor nem válik az láthatatlanná, és tudjuk azt mondani, hogy van egy magyar művészünk a világban, akit akár így, akár úgy, akár kisebb-nagyobb csúsztatásokkal, de el tudunk adni, mert ismétlődik, és egyre több helyen van. Na, nem tudom pontosan miért mondtam, de most már rá kell térnem a lopásra. Hát a lopás. A lopás az egy ismétlődési folyamat. Ami ebben a website-tal történt például, amely Erdély Miklós munkásságát dolgozza föl, vagy ami ebben a videóval történhet, amit most nézünk, vagy avval a filmmel történik, amit a előadás végén lehet, hogy le fogunk vetíteni, az rögtön beleeshet a lopás kategóriájába. Ez itt egy nagyon kényes téma, ugyanis egy archívum területén vagyunk, és az archívum nagyon-nagyon-nagyon rosszul viszonyul a lopáshoz. Nekem életem kezdeti szakaszában, mondjuk az első 6 évben ambivalens viszonyom volt a lopáshoz, szinte semmit nem loptam el, talán egy könyvet vagy egy játékfigurát valakitől. 7 éves korom óta hivatásos tolvaj vagyok. Ezt nagyon kevesen tudják rólam, és nagyon kevesen fogják tudni rám bizonyítani a jelenlévők közül, ugyanis remélem, hogy ezt nem tudom, a doktornő tudja esetleg, ha most bevallom, hogy loptam, akkor abban nem jó, rendben. Okay. Na, tehát rengeteg mindent loptam el, archívumok ezreit csapoltam meg, és tüntettem el a számítógépes merevlevőzőm mélyén. Ami minden, amit érdekelt, azt megfogom, és elteszem magamnak későbbi használatra, ha akarja a tulajdonosa, ha nem. Ott van például ez a műcsarnokos website, Erdély Miklós website. Én nem loptam el személyesen, megtették azt helyettel mások. Van egy archive.org nevezetű féreg az interneten, egy hatalmas nagy vírus, ami egy óriási számítógéphez van kapcsolva, és 6 naponta az egész internetet lementi.
ez jelentette az Erdély Miklós szájtot is, háromszor idáig. Tehát amióta kint van Árpós területén, háromszor mentette le, semmilyen módon nem lehet elkerülni, visszakövetelni vagy levetetni azokat a tartalmakat, amelyeket ők megjelentenek. Soha egyetlen website nem tűnik el többet, hogyha elkerülni egyszer megtalálja, és ezt háromszor megtalálta. Esélye nincs annak, hogy vannak egész kiadványok, magazinok, sőt van olyan intézet, amelynek a weboldalának a nagyon sok verziója egyszerűen kipusztíthatatlan, mert ez a hihetetlen tolvajgép, vagy egy másik tolvajgép, a Google. A Google is egy hatalmas tolvajgép, nem, gondolom azt elég sokan ismerik. Egy keresőmotor, vagy legalábbis mi úgy hívjuk a keresőmotor, a Google sokkal több annál. A Google-el lopni gyerekjáték. Én 16 éves koromban loptam már Google-el, ugyanis tudtam, hogy melyek azok a lakatok, amik itt vannak, és hol lehet megszerezni ezeket a titkos információkat, amik nagyon izgalmasak és érdekesek. Máskülönben nem érdekelnének, és ugyanúgy Erdély is azt hiszem így működött. Például egy hihetetlenül érdekes információ loptam arról, hogy Isten pici. Ez egy nagyon nehezen megszerezhető információ volt, és nagyon érdekes, hihetetlen sokan keresik. Én azt hiszem megtaláltam. Na, tehát azt hiszem a lopás innét kezdődik, és egy egészen gyönyörű folyamattá válik a titkok ellopásává és a titkok ellopásává, aminél kevés gyönyörű dolog van. Mindenesetre már elkezdtem a lezárás felé keveredni. Igen, itt most vannak olyanok, hogy hogyan akadályozunk meg a lopást, milyenek a lophatatlan adatok, milyenek a lophatatlan információk. Minden információ, ami véges lopható, ahogy én láttam, a végtelen információkat viszont lehetetlen ellopni. Igen. Nagyon-nagyon jól lehet védekezni lopás ellen avval, hogy duplikálunk, hogy mi magunk előtte ellopjuk a dolgokat. Ha nem akarjuk, hogy más ellopja, ellopjuk el mi magunk. Tegyük szabaddá, tegyük ingyenessé, és tegyük mindenki számára elérhetővé, sőt, kötelező legyen mindenki számára az a információ, amit szeretnénk eljutatni. Ez így elég abstraktul hangzik, de például Erdély Miklóst lehetne, ha már itt tartunk Erdély Miklósnál, de bármilyen más cél. Igazából Erdély Miklós nem egy jó cél, ugyanis ő csak egy ember, akinek szellemisége van, a szellemiségét vigyük tovább. Ott van például a posztneoavangárdista nyilatkozott optimista előadás első 10 pontja, amelyeket érdemes lenne például ellopni, és minél több embernek a zsebébe belelopni. Ezt nagyon könnyen meg lehet csinálni. A elmúlt 6-8 évben hihetetlen sok ilyen lopás történt, ezekről esetleg majd máskor beszélek. Hogyan lopták el például a világ összes idejét? Egyszer ez megtörtént. Ellopták a föld összes idejét, egyszer ellopták a föld összes apróját. Tehát mindenkinek a zsebéből minden aprót elloptak. Ez háromszor történt meg ideig a világban. Csak nem tűnt föl, mert olyan sok pénzérme volt a zsebünkben, hogy az egy forint, ami eltűnt, az nem lett. Tehát az így nem hiányzott. Viszont valakinek, aki összeszedte azt a 6,5 milliárd egy forintot, annak nagyon jó lett. Na, hol is tartottam? Igen, az elképzelhetetlen forradalom. A pénz megsemmisítése. Igen. A legrosszabb, ami történhet, az, hogy Erdély Miklós életművét teljes egészében feldolgozzák. Ha valami tökéletesen kerek és feldolgozott, ha a világ teljesen átlátható, ha az információk teljesen átláthatóak, ha többet nem lehet lopni, akkor van vége a világnak. Akkor nem tudom, hogy merre menjünk tovább. Erdély Miklós életműve is egy ilyen kis falat, de az a projektor is egy ilyen kis falat. Ha azt is teljesen kiismerjük, akkor értelmetlenné válik. Ha tudni fogjuk azt, hogy mitől megy a frigidel, abszolút értelmetlenné válik. Ha tudjuk azt, hogy a kolbász, amit éppen leszünk stuczból van, akkor is teljesen értelmetlenné válik, stb. Ez mondjuk nem tudom, hogy értelmes. Na, a lényeg az, hogy ha minden letérképezett és mindent átlátunk, ha minden be lesz kamerázva, ha megszűnik a idő, ha megszűnik a név, ha megszűnik a tér, apropó tér, ez miközben itt tartottam, jutott eszembe, hogy hihetetlen boldogsággal tölt el, hogy kezd megszűnni a tér, mint olyan. Nem azért, mert földről a világ és repülővel el lehet jutni San Franciscóban vissza 3 óra alatt, hanem azért, mert amikor ezeket a jelzeteket készítettem, éppen egy plázában voltam, ha mondom valamit ez a kifejezés, ez egy ilyen jelző, azt hiszem. Ezek a nagy épületek, kettő van bennük Budán, és én pont ott jártam egyikben, én azt hiszem már nincs Budán, csak az a két épület.
és itt Pesten is van jó néhány, ezek gyönyörű időutazások és térutazások nekem egyben. Nagyon boldog voltam, hogy ezek egy ilyen sebek a egyszerű buta térrel képződésünk felületén, térkapuk ide, ugyanazok emberek járnak Bombayban, Bostonban és Budapesten, és ez nem tudom, hogy ide gyönyörű érzéssel töltött el, hogy nem csak időkapuk vannak, és nem csak Erdély Miklós látogathatja meg a családját, vagy ilyet egészségükre, vagy sarkozhat velünk, hanem bármennyien időutazhatunk, és utazhatunk, ha egy ilyen plázába lépünk. Igazából ki kéne fejleszteni a rendszert, hogyha bemenjünk egy ilyen épületbe, akkor egy tetszőleges épületbe kerüljünk bele, és amikor kilépünk belőle, akkor ugyanoda jussunk vissza, ahonnét elindultunk. Ez egyébként megoldaná a karácsony miatt, ez a, bocsánat, elnézést, hogy kimondtam, a nyugati leállás miatt volt igazán égető kérdés, és nem volt hely a étteremben, írtam a jegyzeteket. És akkor arra gondoltam, hogy mi lenne, ha el tudnánk osztani sok hasonló plázak között a embereket, és akkor mindegy egyenlen lennének megoszolva, főleg, hogy keleten a plázákban sokkal kevesebb ember el karácsonykor, hiszen akkor ott munkanak lenne. Na, tehát akkor hogyan kanyarodjunk vissza Erdélyhez mindezekkel? Itt a katakombákat már mondtam, vagy a katakombák még nem voltak, ugye? A katakombák azok az ezotériának a kötelező helyei, mi most egy katakombában vagyunk egyébként, ezt nem tudom, miért nem fel. Na, apropó, van valakinek egy ötlet, hogy hogyan lehet tökéletesen elrejteni egy információt? Ezt már mondtam egyébként, csak nem. Hát ez a szintén a Borgesnek a mániája, hova kell rejteni egy könyvet, könyvtárba, és hova kell rejteni egy falevelet, falevelek közé. Erdély Miklóst is úgy lehet a legkönnyebben elrejteni, és lehet, hogy azért nagyon fognak utálni, hogyha betesszük a többi művész közé. Ha betesszük a többi információ közé, titkosítanunk kell, el kell lopnunk, és el kell játszanunk azt a folyamatot, hogy minden ilyen gyönyörű emberi tulajdonsággal, és azt hiszem, amit ebben a website ügyben az Artpool és a Erdély Miklós Alapítvány között folyik, az pont egy ilyen szép folyamat. Úgyhogy ebben azt hiszem ezt a részét el is mondtam. Még a optimista előadásról, ha már hivatalosan erről kellett volna beszélnem. Nem tudom kiismerni az előadás szövegét. Arról szól, hogy a Erdély kijelenti 81-ben, hogy rettenetes időket élünk. Igazából semmi esélye annak, hogy a avantgárd fölmaradjon. Sőt, egyetért egy nagyon kedves barátommal abban, hogy egyáltalán soha nem is volt jelentősége, egy kicsi marginális ezoterikus csoportnak volt a szerencsétlen próbálkozással bármi javítson, de egyetlen esélyük van, hogyha ezt az előadást emberek meghallgatják, és utána tovább viszik a szellemiségét, és a tanítványai tesznek, és a tanítványok is meghallgatják az előadást, akkor ők esetleg beszélhetnek később valahol az előadásról, felolvashatják, megismételhetik, ellophatják, titokként kezelhetik, titokként megoszthatják másokkal. Egyébként nagyon fontos, ezt azt hiszem, minden érthetetlen volt, amit eddig mondtam, hogyha azt el kell mondanom, és ezt a Erdély is írja a hadititok között, hogy a hadititok értelmetlen a felfedése nélkül. Tehát az a titok, amit nem osztanak meg senkivel, az értelmetlen és használhatatlan. Ez a titoknak hozzátartozik a fogalmához. Na, tehát nem tudom már, hol tartottam, igen, az optimista előadás. És abban reménykedik, hogy ha a avantgárdnak a igazi nagy szellemisége, amit ő azt hiszem Párizsban láthatott a ott léte során, vagy képzelt New Yorkba, vagy képzelt egy képzeletbeli New Yorkba, vagy képzelt egy képzeletbeli Budapestre, vagy egy képzeletbeli Erdély Miklós, vagy egy másik Erdély Miklós, egy öntalálkozás folyamán láthatott, az eltűnt, de maradt helyette egy reménység, hogy az emberek soha nem lesznek elégedettek avval a világban, amiben élnek. És azt hiszem ez az a kijelentés, amit abszolút a mai napig felvállalhatunk. Addig, amíg vannak olyan emberek, akik nem elégedettek abban a világban, amiben élünk, addig van remény. Köszönöm. Kérdés van. Vetítsük le azt a rövid filmet? Már nem tudom, miért nem. Hát nem. Itt mindenki tudja, csak én nem, hogy milyen ellentét feszül az Erdély Miklós Alapítvány és az Artpool között. Mindenesetre én szeretném, mivel itt most ezt felveszik, egyszerűen tényként közölni az örökkévalóságnak,
hogy én Erdély Miklós halála után mintegy 50 magnókazettányi anyagot vettem föl Erdély Miklós családjával, barátaival és ismerőseivel, amit átadtam Peternák Miklósnak azzal, hogy addig, amíg az Erdély Miklós családja él, addig azt nekik nem mutassa meg, mert ez felesleges zűröket okozna, hiszen itt mindenki mindenkiről elmondott mindent. Ismered? Hadd fejezem be. És másfelől viszont igen fontos, szerintem döntő jelentőség információk vannak benne Erdély Miklós műveinek az értelmezési mezejével kapcsolatban, amiért tehát azt le kellene gépelni. És én csak most annak az aggodalomnak adok hangot számomra értetetlen ellentétről értesülve, mert ugye én abszolút outsider vagyok ebben az egészben, hogy esetleg ezt le se gépelték, és már nincsen olyan állapotban a hangszalagok, hogy lehessen velük valamit kezdeni. Ja, abban lehet. Az esetben viszont én őrült hülyeséget követtem el, amikor ezt a Peternákékra bíztam. De ha ez nem igaz, akkor bocsánat kérek tőlük, másfél ez egész egy segény sikoly, hogy ha még véletlenül vannak ezek a kazetták, akkor két dolgot kérnék. Az egyik, hogy továbbra sem mutassák meg az Erdély Daninak se, másrészt pedig, hogy legyenek legépelve, vagy valamilyen módon egy olyan hordozóra rakva, ami a művészettörténészek számára mondhat valamit. Amúgy pedig én azért jöttem el, mert azt hittem, hogy itt valami jellemző van, hogy itt valami hihetetlen, éles, durva vita közepébe csöppenek, amelyben egyesek arról beszélnek, hogy nincs már semmi relevanciája Erdély Miklós életművének, mások pedig azt bizonyítják majd, hogy lesz. Na most, vagy hogy van, és lesz is. Na most ehhez képest ugye... Hát relevanciája senki életművének nincsen. Állandóan küzdenünk kell, hogy különböző életműveknek legyen relevanciája. Hát nem itt feltettél kérdést, csak arra azt hiszem, hogy erről tényleg lesz egy vita, én mondjuk nagyon érdekel. Mondtál hogy valamit, hogy mi lenne akkor, hogyha tényleg meg lenne az életmű kereken, és itt vagyok, hogy mit csinálnak. Most megmondom, ez nagyon egyszerű. Ha valaki tanulmányozza Marcel Duchampnak az életét, és hogy tényleg átgondolja, hogy mit mondott, mikor, hova ment, és itt tovább, akkor kiderül, hogy elég kétértelmű dolgok, és van egy Marcel Duchamp képünk, ami nem egészen a valóság. Szóval mit tudom, ilyenek, hogy nem adott el képeket a galériásnak, meg a konfliktusa volt a Modern Múzeummal, és itt tovább. Na most az igazság az, hogy az Alfred Barth nem akart tőle képet venni. De nem olyan érdekes, ez van egy Marcel Duchamp képünk, ami elég jó. Most azért mondom, hogy az Erdély Miklós, hogy miért hiányzik a könyv, nem az a probléma, hogy mi lesz akkor, ha mindent tudunk róla, mert az a probléma, hogy nincs egy Erdély Miklós képünk. Nem is lesz, mindig nagyon sok Erdély Miklós. Egy kell. Egy olyasmi kell, ami a Joseph Beuys, a Marcel Duchamp, szóval ha azok a... Ha csinálunk egy ilyen képet, azt nagyon jó információ, ha csinálunk egy képet. Hát egy axiomatikus kép, amihez képest akár a művészetet, akár a művészeti mozgalmakat, akár a társadalmat. Egyébként a Marcel Duchamphoz még annyit tennék hozzá, hogy van megoldás Marcel Duchamp életművének a enigmatikus voltára. 100 millió év múlva elfogy a Földön a szén-dioxid, igen, és akkor megoldódik a probléma. Tehát addig szerintem Marcel Duchamphoz nem fogjuk tudni rendbe tenni. Főleg, hogy minden percben jön egy új ember, aki egy új Marcel Duchamphoz hoz elénk. De igen. És ebben ez a csodálatos, mint minden más ember. Ez a lényeg, ez kimeríthetetlen, még akkor is, hogyha már aki egy időben tökéletesnek látszik. Nem olyan nagy bajos, hogyha... Na most egyelőre az van, hogy nincs, hát szóval nincs egy átfogó irodalma ennek, és de nem lehet hozzáférni. Mert átadatlan, mert nem is fejtődik, és még nem is titkos. Hát így. Ja. Nem hadítok. A tolvajok számára, és leginkább a kalózok számára, nem az okozza a legnagyobb fejfájást, nem az a végzet, hogy lelepezik őket, hogy elkapják a tolvajt,
vagy hogy ők igazán szeretnek ellenállni, tolvajnak lenni és menekülni állandóan, az ő végzetük az az, ami Erdély Miklósnak is a végzete lehet, hogyha nem vigyázunk, és hogyha nem követjük a optimista előadás irányelveit, a ignorancia, ami a, hogy elfelejtik, hogy senki nem fog tudni róla, hogy eltűnik információk tengerében, hogy senki nem fog érdeklődni utána. Ez az, amit el kell kerülnünk mindenképpen. Hát akkor ez a sors. Az ő optimista előadás arról szól, hogy nincsen sors, folyamatosan küzdeni kell. Ha most úgy döntünk, ha most mindannyian, aki itt van, úgy döntünk, hogy elfelejtjük Erdély Miklós, még akkor is lesz esélye. Mert a Erdély Miklós alapítványnak néhány tagja nincs itt, és ők például tovább vihetik a emlékét. Na jó, de hát ez tulajdonképpen egy mindenki Erdély Miklós barát. Szóval itt azért tényleg a kérdés az, hogy minden legyen elfelejtve. Hát de a misztikus tartalmak nélkül se. Szóval ez praktikus. Minden dolgozó asztalára egy Erdély Miklós. És ezt többször megcsináltak az elmúlt években, és gyönyörű volt. Csak a dolgozók, azt hiszem 100%-a, vagy talán 99,9999 pont a tetején, nem vette észre, hogy azt arra tettek például egy Duchamp albumot, vagy egy kiáltványt a emberi szabadságért. Kell, néha kell. Én például minden nap minden embernek elküldöm egy e-mailben. Igazából el is küldik. Ha már titkosan tartunk, és ilyen gyönyörűen filozófikusan magyarázolok, az emberek rengeteg titkot tudnak, amiről nem is tudnak. De csinálják, hogy ők a marxista. Nem kell az embereknek tudnia, csak csinálnak. A Miklósnak volt egy gondolkodása, ami azt hiszem eléggé széterjedt. A stílusként is, ma a magyar avantgardot nézem, korosztály, hát a magamban. Szóval egy ilyen finomított változatában. Nem szinte finom. Mindent, de elég finom. Sokkal finomabb, mint a 70-es évek. A finomság azért tűnik finomságnak, mert akiket a durvasságával bánt, azok sokkal messzebb vannak, és sokkal máshogy bánja a bőrük a durvasságot. Hát, vagy azért, nem tudom, annyira... Attól nem látjuk a durvasságot, attól még megvan. Hogy jelszavak, a gondolkodás, a címszavak, a megközelítés, de rettenetesen sokat örökölt ebből a világból, annélkül, hogy vala is utána nézett volna. Így van, fontosan, én is jöttem. De ez nem olyan nagy baj, ez így van. Tehát a festészetben is, most ehhez jobban értem, úgy csináljátok, hogy látok egy kiállítást valahol, 5 perc, egy magazin oldalt valahol, és akkor valahogy ez, mint a cukros párkához. Szóval az Erdély Miklós, az ilyen most azért lenne jó, ha lenne egy könyv, mert akkor néhány félreértés lehet is. Tehát finomabbra lehet menni, vagy durvábbra. Azért Miklósnak elég durva ötletek is voltak, amint nagyon jó eső durvaságban. Szóval nem mindig finomkodott azért. Volt egy szép gondolata, ami jó lenne, hogyha még szó lenne róla, hogy önmagát magyarázza. Ugye? Igen. Erdély életműről pont azt gondolom, nem minden életmű ilyen, hogy ha megfelelően van bemutatva, akkor nem kell nagyon nagy külső segítséget adni, és ez pont azért van, nem tudom, hogy ezt sikerült elmondanom, mert megkortás, abszolút nekünk szól, nem tudom, kinek a nevében beszélhetek. Én minden percben azt éreztem, hogy semmit nem kell tudnom arról, hogy kinek írta ezt, és hova, és hányban, mert abszolút az egész az én nyelvemben van kódolva. Ezen kívül azt mondanám még, hogy az Erdély Miklós az egyetlen magyar művész, aki kifejezetten internetre való. A többiek csak katalógusnak valók. Ő meg egy hálózat. Ő maga. Az egész életben egy hálózat. Könyvnek szerintem nem is lesz jó. Ezért bosszantó, hogy a család ezt nem csinálja. Hurat vagy mi a fene? Az alapítvány ezt nem érti meg.
mert ragaszkodnak ahhoz, hogy könyvnek kell lennie. Jó, és jelzetekkel, meg nyaljatöréssel. Papíros, egy kicsit öreges dolog, de az de nincs kifogásom a könyv ellen, de a Miklós sokkal jobban működik az interneten. Sokkal jobban. És pont mindazt, amit ő elmondott, az megvalósul. Minden. Minden, amit mondott, én halálra rögtem magam, annyira izgi volt, amit mondott. Már úgy jó értelemben rögtem magam. De tiszta humor az egész. És az a művészet leginkább. Fluxus, ha tetszik, akkor fluxus, a magyar fluxus, a legjobb magyar fluxus. Meg más, amit csak akarsz, még minden más. Szóval interneten a Miklós szóval élve marad, élő, érted? Mit mondaná erre? Mit mondaná? Na mondd már. Azt mondaná, hogy én az interaktivitás helyett az interpasszivitást választanám. Nem kell aktívnak lenni, ez nem arra. Persze, lehet passzív. Ja. De ez csak most humornak szántad, nem? Jó, annak is szántad. Figyelj, én raktam fel a Miklós, most már majdnem minden hangját, hanganyagát, ami ott megvan nekünk, már majdnem mindent felraktam. Olyan kontextusban, hogy szövegi kontextusban, képi kontextusban. Játszod a fényképet, meg a műalkotást egymás után nézheted, hallgatod a hangját, olvasol hozzá szöveget, érted? Magadnak csinálod a dolgot. Erdély Miklós csinálsz magadnak belőle. De jól, érted? Nincs rizsa, semmi rizsa. Csak az ő van, egyedül. Azért tetszett nekem, amit mondott a Egyébként Péter. Egyébként embereket webszájton ábrázolni nagyon nehéz. Hogy Erdély Miklóst önmagából kell megcsinálni, és ez csak a webben lehet. És nem kell hozzá művészettörténész. Semmi sem kell. Erdély Miklós kell csak. Ez az én véleményem. Ezt üzenem az alapítványnak. Hát Düsemnek nagyon sokat segített. Igen, igen, megörített legalább egy két szakérésre történész tüdelmét. Nem. De, szóval azért ne legyünk igazságtalanok. Mondjuk én mindent, amit tudok ezt a Düsemről, azért csak a művészet. Szerintem gyönyörű, hogy ő kiadott például egy zöld doboz nevű művet, amivel egyben azt írta róla, hogy egyetlen célja volt ezt a zavarni a művészettörténészeket. Legszebb gondolat. Na jó. Akar valaki vitázni esetleg arról, hogy Erdély Miklós szelleme mi is pillanat? Életművel elnyelvékszem, mindjárt. Tehát akkor nézzük a ellentétét. Nincs már létjogosultsága Miklós Erdély életművének, szellemiségének, műveinek. Igen. Igen, és annak mi az ellentéte? Jobb lett volna, ha arról beszélsz, hogy nincs jogosultsága. De arra nem kell beszélni, mert semmire sincs jogosultsága. Mi csináljuk nekik a jogosultságot? Az a kevés dolog, amit kiválasztunk, hogy foglalkozunk vele, az jogosult. Amivel meg nem foglalkozunk, amire nem tartunk ez a terikus előadásokat, az pedig nincsen, nem ismétlődik. És számomra a konceptátnak ez a gyönyörű, hogy mondják azt, amikor a nevénből kijön? Vadhajtás. De nem vad, ez valódi hajtás, ez minden hajtás vad. Ez a hajtása, a kortárs művészet történet, ez gyönyörű. Tehát a kortárs művészet történet mindig egy konceptált próbálkozásnak tekintettem. Szerintem egyik legszebb dolog az, hogy a Magyar Egyetemen úgy oktatják a művészet történetet, hogy a fluxusnak a direkt művészet történetet gyilkoló, ilyen aknaként gyilkoló és romboló rajzait kezdik el oktatni. Hogy a fluxus úgy néz ki, a fluxus művészek szerint, hogy a Dadából indul, meg a jazzzenéből, meg a feketék nem életéből, meg a mit tudom, és akkor elindulnak lefelé ezek a nagy ágak. Ezeket én imádom, mert ez tényleg konceptált. És az egyetlen probléma az, hogy aki csinálja, annak fogalma sincs arról, amit tesz, és nem mindegy, és aki pedig hallgatja, annak szintén fogalma sincs arról, amit hallgat, mert elhiszi, hogy valóban abból keletkezett.
amikor maguknak a művészeknek, sőt egyáltalán senkinek nincs fogalma az, hogy a dolgok miből keletkeznek. Ha lenne, akkor nem itt lennének, vagy nem ott. Jelenleg ott tartunk, hogy például nagyon nagy probléma, hogy az emberi szemnek a összetettsége az már nem képes megküzdeni, vagy összetetlensége avval, amit az elektromikroszkopban lát. Tehát bizonyos dolgokra már régen csak matematikai úton tudunk következtetni, és a matematika pedig egy ember által konstruált nyelv. Tehát minden, amit az alatt a nagy összetettség alatt látunk, már emberi konstrukció. De nem baj, ez így szép. Nincs itt matematikus, aki esetleg ellentmond. Gyuri, nem vagyok matematikus, csak nem nagyon értem, hogy itt mi történik. Kezdem magam olyannak érezni, mint egy, ezt Rajta Péter fogja tudni, hogy mire gondolok, de egy pirpulban való beszélgetés résztvevője. Ez azt jelenti, hogy valaki elkezd mondani valamit, majd egy váratlan fordulattal 180 fokban eltér önmagától, pontosan visszatér magához, és megcáfolja óvatosan, finoman azt, amit korábban elmondott. Én könyvkiadóban dolgoztam 20 évvel keresztül, és azok egy szerkesztő vagyok. Szeretném megkérdezni, miután ilyen szempontból Kornis János leszek, meg szeretném megkérdezni, hogy most miért nincs könyv, vagy mikor lesz könyv, vagy miért nem kellene könyvet csinálni a erdélyi életműből, vagy most azért ülünk itt, hogy megtanuljuk, hogy nem kell? Én azt nem mondtam, hogy nem kell. Nem kellettél, a Danitól szeretném megkérdezni. Valaki mondja meg nekem, hogy 20 évvel Erdély Miklós halála után, és egy nagyon keserű tapasztalattal, idei keserű tapasztalattal a hátunk mögött, ami a Hajas életművet illeti, hogy most mi van itt? És hogy miért nincs könyv? Az a kérdés, nem? Igen, gondoltam, hogy igen. De ez túl egyszerű lett volna. Ja. Ez a most mi van itt, ezt tudtam el. Mi ez a kérdés? Hogy most mi van itt, az mire vonatkozik? Hát most itt ülünk. Meghallgattunk egy Ida Jerszidicsőt, Rist arról, hogy miért nem fontos a történet, miközben rendkívül fontos a történet. Erre céloztam a pirkulat. Egy darabig úgy volt, hogy Erdély Miklós őrült fontos. Majd annyira titok, hogy nem kell belőle, én konzervatív vagyok, én azt képzelem, hogy mindenki megírhatja maga monográfiáját. Most azt szeretném akkor megismételve a Gyuri kérdését, miért nem is könyv? Miért nem írhatja meg valaki az Erdély monográfiát? Majd még 20-an. Tehát én megmondom neked, mert kutatni sem lehet. El van zárva, titok. Lent van a pincében, én már építettem, egy éve építettem egy polcot neki, és üresen várja a polc, várja a kutatni való. Na, végre. Van egy pár ember, aki ugyanilyen módon közelít ez a dologhoz, és én annyiban járultam hozzá, hogy változott a helyzet, hogy 14 Erdély Miklós képet adtam egy amerikai barátomnak, rá is vagyok, Louis McKegnek, aki felajánlott egy nagyobb összeget, hogy adjuk ki azt, ami angolul megvan, és a böröcék közvetítenek el a két böröc, nagyon rendesen, és ugye jövőre lesz 20 éve, hogy apám meghalt, és akkor jövő évre ez legyen kész. Összes szövegre van már angolra fordítva. Na most, hogy ez legyen-e magyarul, vagy miért ne legyen, itt azt tudom mondani, hogy van a Beke, a Szőke Anikó és a Peternak, akik nagyon-nagyon szakszerűen, majdnem ilyen kritikai igényességi kiadást akarnak összehozni, és ez egy kicsit ütné, mert ugye ezek autentikus erdélyekos írások lennének, úgyhogy angolul ez meg lesz jövőre. Most van egy vita, hogy ennek, ez egy ilyen zsebkönyvszerű lesz, nem egy ilyen övkatalógus, hanem mondom, minden, ami megvan angolul, hogy akkor ugyanezt a dolgot megcsináljuk el magyarul, én örülnék neki, de abban, hogy a Beke, Peternák, meg Anikó mit csinálnak, annak ellenére, hogy vannak ilyen kuratórium ülések, de nem tudom őket, nem is akarom őket így belesodorni abba, hogy az a bizonyos tökéletes, vagy nem tudom, milyen övkatalógus ne legyen, szerintem az is legyen. Ez az, ami lesz, és erre most van is pénz, meg elindulás. De... Akkor újra fölteszem a kérdést. Ezt én nem tudtam, csak hagyjuk, hát ez most
Nem, nem biztos, hogy ez jó volt dramaturgiailag, hogy ezt elárultam, milyen szépet volna ezt kitenni jövő májusban. Nem, nem erről beszélek. Őt nagyképpen és önzően mondhatom, hogy abban a kiadóban jelent meg a filmírásainak és a művészeti írásainak a egy-egy kötete vagy gyűjteménye, amiben én dolgoztam. Eléggé otthon vagyok ebben a szöveggyűjtemény kiadásban. Én nem erről beszélek, én egy monográfiáról beszélek, ismétlem konzervat, és nem vagyok Berkeley János. Én tudom, hogy kint van egy utca. Ennyit szeretnék csak kérdezni, hogy mi akadályozza azt, hogy Pityi Palkó, XY, Lutz Gizi, vagy nem tudom kicsoda, a maga módján, és majd egy másik, ugyancsak a maga módján, írjon egy monográfiát. Csak ennyire vagyok kíváncsi. Szerintem bárki írhat, az nem megy, hogy a valaki elkészíti munkát, és akkor más megjelenteti. Miért más megjelenteti? Miért nem lehet kettő vagy három? Lehet, együtt melyik? Lehet, és most erről van szó, hogy itt az eddig műsor alapítvány, és az Artful közösen létrehozott egy websájtot, és szerintem ez lenne a megoldás. Nem. Nem értem. Nem. Elég tiszta kifejezés. Két világegyetem vagyunk. Miért nem engednek senkit ahhoz közel, hogy nem én, félreértés ne essék, eszem ágáló lusta vagyok, eszem ágáló. Ő, valaki, miért nem férhet oda, hogy megírjon egy monográfiát? Szerintem oda férhet. Nem fél oda, mert nem tudja a képet. Sugár akar. Szóval és akkor lemennek a pincébe, és bármit elolvasnak meg. Hát tudod jól, hogy ez nem igaz. Hát a Müller éppen elment, ő akar kérni, és nem engedték neki. János. Hát ez nem volt egy nagy vita. Szóval épp arról van szó, hogy valaki hozzá akar a nem publikált írásokhoz férni, ez probléma. Szóval mindenféle ilyen engedélyezési procedúra eredményeként megfiltódik. A titok őrzése fontosabb, mint a titok. Most Dani, van a családnak van valami kifogása. Hogy bármit elolvassanak, hát nem hiszem, hogy ezért mindent elkezdődik. De nem, hogy bármilyen, de hogy mondjuk, hát talán nem a magánleveleket, de ami művészet. De nincs az egy külön, az egy egyben van. Tehát így valamennyire egyetértek az eset, hogy nem kell. Eléggé, hogy mondjam, hogy nyitottak vagyunk. De hol, valahol még mindig, most itt ülünk 80-an, és még mind a, eddig az egyetlen egy javaslat, most nincs itt a Szőke Anikó, be kell, és akkor kész, de végül is nem mozdul tovább. Tehát 80 ember de nem figyel. De elvileg Erdély Miklós kuratóriumának az elnöke a Szőke Anikó, és a Artful kuratóriumnak az elnöke Szőke Anikó leülhetne egymással, és végre tisztázhatná. Ez a probléma. Pont ez a probléma. Csak ez. Anikó ez. Túlságosan közel vannak egymáshoz. De nem lehet azért mindent oda tenni bárkinek, szóval. De mindent oda lehet tenni bárkinek, hát lehet, hogyha az apukám az Erdély Miklós lenne, akkor oda kell adni. Hát ez a lényeg. Ezt már nem egy szarkeverés. De figyelj, nem, mert az Erdély Miklós nem hagyott hát a regények sorát, nem a képeiből, nem tudom, van 100, van 3 filmje, nem olyan akkor az az életmű, viszont az egész figurája abszolút megtermékenyítő volt, abszolút jelentős volt a magyar kultúrának egy 10-15-20 évében. Ez lesz, hogy meg most már itt felhívtak egy kérdés dolog meg. Csak egy ilyen impresszionisztikus oldalát szeretném a dolognak ábrázolni. Az elmúlt 20 évben számos egyetemista és művészet iránt érdeklődő fiú és lány közölte velem azt, hogy amikor ők Beke Lászlóhoz fordulnak azzal a javaslatukkal, hogy szeretnének Erdély Miklós életművével foglalkozni, akkor Beke László kapásból és mindenkinek azt feleli, hogy te csak ezzel ne foglalkozz, ezzel én foglalkozom. Az elmúlt 2 évben... Ez nem tetszik. Tehát Erdély Miklóshoz kell fordulni. Ugyanezt történik Hajas Tibor életművével.
néhány bölcsészkari hallgató közölte velem, hogy Szőke Anikóhoz fordult azzal, hogy szeretne hajassal foglalkozni, mire Szőke Anikó azt felette kapásból, betét idézve, hogy te csak azzal ne foglalkozzál, azzal én foglalkozom. Szóval amit folyik, kérem, az egy egészen elképesztő, egy ilyen magyar trükk. Nem. És senki nem érti, és senki nem válaszol, és mondjuk az Erdély Miklós életmű katalógusával kapcsolatban nem tudom pontosan, hogy hány e-mailt írtam az Intermédia tanszék listájára, mert körülbelül 30-at, ha nem többet, soha semmiféle kézzelfogható, normális, objektív választ Peternák Miklóstól, aki ennek bizonyos alapítványnak egyik tagja, nem kaptam. A mai napig, jelen pillanatban várom körülbelül egy hete az utolsó e-mailemre irangó válaszát, azzal fenyegettem meg Peternek, hogy amennyiben nem válaszol, kénytelen vagyok visszautasítani azt, hogy én őt rágalmazom, mert hogy ő úgy találja, hogy én rágalmazom ezben, mert hogy hova tűntek a pénzek és így tovább. Tehát, ha nem kapom meg a választ napokon belül, akkor kénytelen leszek ugyanerre a listára megírni azt, hogy bizony, ő rágalmazó, én nem vagyok rágalmazó. Hol van a pénz? Hol vannak azok az emberek, akik ezzel foglalkoznának? Miért vannak kiszorítva a pályáról? És így tovább. Hát szerintem a legegyszerűbb, most itt vagyunk, fogalmazunk meg valamit itt, vagy nem ma, de... És akkor mindenki aláírja azt, hogy... Igen, tovább. Csak hogy Beke, Szőke Anikó és Peternák hihetetlen rutinnal, már benn van a képezetükben az egész grammatikája ennek az ügynek, hihetetlen rutinnal, zárójelben kérdezem, miért nincsenek itt, vannak jó oka, hihetetlen rutinnal utasítják vissza az ide vonatkozó kérdéseket és kijelentéseket. Ami folyik, kérem, az egyszerűen szélhámoskodás. Tamás, van itt egy művészeti közösséged, aminek csak lehet valami közösség. Azon túl, hogy alá tudom támasztani, amit a Tamás mondott. Számtalan esetben találkoztam azzal, hogy kutatók, fiatal művészettörténészek egyszerűen el lettek utasítva erről a témáról. És számtalan esetben találkoztam olyan érdeklődő, művészet iránt érdeklődő, nyitott szellemiségű fiatal emberekkel és lányokkal, akik viszont nagyon szeretnék volna, hogyha legalább egy zsebkönyv méretű kiadvány, aminek mondjuk csak a költségeit számolnak, szűk 1 millió forint lenne, talán még annál is kevesebb, miért nincs, milyen jó lenne nekik adni egyet, és ennek a kézirata praktikusan megvan, ez bármelyik pillanatban, hogyha ezt úgy ítélnék, akkor kiadhatóvá válna, miért nincs. Tehát ezzel finomítanám a Hajdú kérdését, hogy a monográfia az egy műfaj, ez egy komoly dolog talán, de egy zsebkönyv, miért nincs? Valószínűleg a válasz az ott van, hogy senkiről sincs, tehát se Kassákról, se Móli Nagyról, se Tamkosirató Károly. Tamkosirató Károlyról, se Román Györgyről, se Veszelszky Béláról, és a sort még ugye napokig lehet folytatni. Én úgy látom, hogy itt egy nagyon furcsa helyzet alakult ki, amiben azt lehetne mondani a legjobb akarattal, hogy például az Erdély Miklós Alapítvány úgy csinál, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, mintha mondjuk Németországban élnénk, ahol a könyvesboltokban, mintha Németországban ez elfogadott a német szellemi élet nagyjairól, még élő nagyjairól is lehet életrajzokat kapni olcsó formátumban. Tehát, hogy az erdélyi életművet mindenki ismerné, egyfajta közhely lenne, és amikor már tényleg csak az a fontos, hogy egy abszolút pontos, precíz és szakmailag kifogástalan dolog megjelenjen. Ugye ez az életmű katalógusnak is a nagy dilemmája, ez egy úgymond őrű katalógus, ami bizonyos dolgokat tartalmaz, bizonyos fajta megközelítéseket nem tartalmaz, tehát kritikai szemléletű írásokat nem tartalmaz, viszont csak dokumentumokat és ellenőrzött és többszörösen kontrollált dolgokat. Rendkívül fontos, de a magyar közelmúlt művészetében gyakorlatilag nincs ilyen igényű életműkatalógus. Valószínűleg nincs rá igény, és azoknak, akiknek erre igénye van, azok meg tudják találni azokat a kutatói fórumokat, ahol ez lehetne.
Úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon tipikus helyzet, és az Erdély Miklós életművén túl sok mindent leír. De viszont így az év vége fele közeledve szeretnék gratulálni az Artpoolnak, hogy ezt ennyire, hogy Bertő Jánost idézem, pszichodelikus szervezéssel, az intermedialistán Szent Jogi és Bertő Jánost és másokat idézve pszichodelikus szervezéssel, ami egyszerre az intermedialistán, az Artpool és az Erdély Miklós Alapítvány között, illetve a Kamilla napi rendezvénysorozat egybeesésével sikeredett, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a sok-sok sikertelen próbálkozás után, vagy kevésbé sikeres próbálkozás után az Erdély Miklós szelleme, vagy végleg megszűnik. Megjelent, pontosan megjelent, jövővé vált, és legalább valamilyen formában kitört azok közül, a keretek közül, amik közé szakmai és másokok miatt szerették volna ezt beszorítani, és legalább ez az év úgy ért véget, hogy németül mondva auftakttal, tehát felütéssel, hogy talán ebből lesz valami, mert önképpen ez lenne a normális, hogy folyamatosan egy életmű ilyen viták és kérdések keresztüzében jelenjen meg és legyen aktuális. Erre ugye nagyon jó példa az elmúlt időszaknak a retrospektív hulláma, és azoknak a hozadéka, és azoknak a eredménye, és maga az Erdély Miklós emlékkiállítás, ami óriási nagy erőfeszítéssel, de végül is azt hiszem 28 napra sikeredett két év munka után. Tehát szerintem itt az ideje, hogy az Erdély Miklós Alapítvány az alapítvány pénzéből egy üveg pezsgőt vásároljon, és meglátogassa az Artpool irodáit, és egy teljesen új alapra helyezze a kettőjük együttműködését. Bocsánat, még csak annyit szeretnék Daninak mondani, hogy nagyon érdekes, hogy azt mondtuk, hogy jövőre esetleg megjelenik az angol nyelvű kiadvány. Birtokon van a Népszabadságnak Beke által adott interjúja 2000-ből. Abban Beke szó szerint a következőt mondja. 2000-ben. Tehát 5 éve. Több mint 5 éve. Az angol nyelvű katalógus már a nyomdában van. De nem katalógus. Hát ez nyilván nem így. Az autóra csak annyit szeretnék mondani, hogyha készen van ez a bizonyos kis monográfia, amiről beszélt a János, mondjuk 100 oldali fekete-fehér állapotban képekkel, akkor hogyha ez levilágítási állapot elő kiadják nekem, akkor mondjuk rá két hétre 1000 példánkit nyomtatva tudnék garantálni, senkinek a pénzét nem kérném hozzá. Ez a beszéd. De nem ez a probléma. De ez is meg kell csinálni. De azt mondta a János, hogy rosszul értettem, hogy van egy kis monográfia már készen. Hát én úgy tudom, amióta egyszer részt vettem az Erdély Miklós életműkiállítását előkészítő bizottság egyik ülésén, mint az Indigo csoport köznél levő képviselője, hogy a Beke írt egy olyan bővített életrajzot, amiben az élet fő eseményei és tényei rögzítve vannak, illetve le vannak írva, és ezekhez könnyen hozzá lehet rendelni egy képanyagot. Szerintem ez az anyag praktikusan készen van. Hihetetlen sok anyag készült el, tehát a másik, amit most itt nyilván finomítani kell a dolgokat, óriási nagy munkát végzett, vagy óriási nagy munka van ebben az egész életműkatalógusban, és nyilván itt egy szakmai dilemma van, ami a szőfenikok és a legjobban, hogy ugye a szakmaiságnak a legmagasabb szintjét várja el ettől a munkától. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy tényleg teljesen röhelyes a helyzet, hogy az Erdély Miklós munkássága egyfajta szájhagyományon átterjed, méghozzá azok között is, akik professzionálisan, tehát művész hallgatók ezt igényelnék, és nincs egy olyan vacak könyv, vagy egy olyan offset nyomású tűzőgépes, nem tudom én, kiadvány, amiből valaki esetleg a mendemondák, mitoszok és félinformációk mellett valami alap ismertekkel tudna rendelkezni, hogy amikor az Erdély Miklós éppen annyi idős volt, mint ő, mondjuk 29 és fél, akkor éppen mit csinált, és hogyan gondolkodott, és hogyan látta a művészetet és az életet, és aztán hogyan csinálta azt tovább.
Tehát itt szerintem ez, és na mindegy, ezzel csak azt akarom mondani, hogy ezt tényleg nem hiszem, hogy ennyi munka, ennyi év és ennyi munka után probléma lenne egy hogy mennyi ez, 100 éves, vagy mit tudom én, szóval egy zsebkönyvet ebből megcsinálni. És ez egy szemléleti kérdés, tehát nem a rossz indulatot, nem tudom én, micsodát vélek ebből felfedezni, hanem egy olyan téveszmét, ami azt mondja, hogy hiába szar minden, csináljunk úgy, mint hogy tökéletes lenne, és viselkedjünk annak megfelelően. Ez valószínű a morális életben és a politikában talán követendő út, de például egy ilyen esetben abszolút nem. Itt arról van szó, hogy amíg nem jelenik meg, és hogyha megjelenik ez az életmű katalógus, mi lesz? Akkor lesz egy 10.000 forintos akkora könyv, hogy azt alig veszik meg egy páron. Az első középosztály tagja jelentik meg egymásnak karácsonyi ajándékot, hogyha már van nyaralójuk, és nem tudom én, 3-4 kerék meghajtású autójuk, akkor legközelebb az lesz, hogy vesznek egy ekkora nagy monográfiát, és slusz. És ez totálisan ellentmond nem az Erdély Miklósnak, hanem mindennek, ami művészet és kultúra. Azért a weblap. Mondhatok valamit, hogy én egy 2-3 napja voltam a pincében az archívumban, és akkor láttam meg, hogy van egy 40 vagy 40 valahány oldalas nyomtatvány, amit a kiállításra csináltunk annak idején. Igen, egy kis és az elég klassz, és hogy azt kicsit kibővítve megjelentetnénk, tényleg van ilyen alapinformációkra igény, az lehetne egy ilyen hiánypótló, de ez se nem a zsebkönyv, se nem a monográfia, se nem a közkatalógus. De ehhez hozzájárulnátok, hogy ez megjelenjen? Adott esetben? Én? Mert nem te vagy a jogtulajdonos? Ha meg a Gyuri. Igen, tiketben. Már látják. Hát mi hozzájárulnánk, hogyha... Írásban is adod ezt? Ehhez az EMA engedélyekkel? Hát figyelj, ez Anikó megállította össze. De miért lenne ez egy baj? Hát, mert ők a szerzők, tehát kuss. Ez egy publikált dolog. Hát akkor kérdezd. Szorosítani kéne. Dani, kérdezd meg tőlük, hogy hozzájárulnak el, hogy ez kiadásra kerüljön addig. És akkor, ha ki, már ez a akkor megnézzük. Ezt a filmet nekünk Anikó holnap vagy holnap után, de meg is közletlen a kérdés. Másik jogi probléma, jól emlékszem, hogy a kiállítás alkalmával föl lehetett iratkozni, hogy a majd megjelenő életmű könyv, azt hiszem 4500 forint vagy valamilyen ára volt, és hát ott elég komolyan jegyezték elő, mert szerettek volna később hozzájutni. Most erről aztán semmi mély hallgatás. Én évekkel később a Lacitől, a Bekétől megkérdeztem, hogy hát azért pusztán jogilag történet hogy áll, mire föl azt közölte velem, hogy ez egy nagyon kényes kérdés, majd egyszer elmagyarázza. Most csak annyit mond, hogy ezek az akkor befizetett, előre befizetett összegek a hajas kiállítás életmű katalógusába kerülnek, amit hát remélem mindenki azóta ezt megkapott. Ezt mondta a... Húha, ez szép, ez szép. Nem, ezt hangzott el. Tehát ez gyönyörű. Na most azért ennek nyilvánvalóan, hogy az Erdély Miklós vonatkozásán, vagy a Hajas Miki vonatkozásán túl, szóval nagyon komoly jogi következményei lehetnek, vagy vannak, tehát ez valahol a levegőben van, mert emberek befizettek ott pénzt, hogy aztán miért nem kérik számon, vagy kérik, számon kérik-e. Én ezen a módon kértem csak számon, hogy megkérdeztem Lacit, valószínű, hogy ebben az ügyben nem történt semmi. Valahol akárhány számú előre befizetett kiadvány összegének ott kell lenni. Ha már így konkrétumoknál, vagy nem. Három konkrétumot szeretnék említeni. Mivel mondom, számos alkalommal fordultam Peternákhoz azzal a kérdéssel, hogy mi a helyzet a katalógussal. Három ízben a következő három különböző választ adta. Egy. Ez volt a legelső. 11 millió forint van a katalógusra, de 14 millió kell. Későbbiek során, amikor újból feltettem a kérdést, azt mondta, hogy hát sajnos Beke nem tudja megírni a tanulmányt. Ezért nincs katalógus. 1-2-3 évvel később, amikor újból megkérdeztem, azt mondta, hogy Beke most már meg sem írja a tanulmányt, jelen pillanatban nem tudja megírni a képaláírásokat. Ha szabad hozzájárulnom, mert ezt nem gondoltam elmondani, de akkor mégis elmondom, miután itt ilyen harakirik követő, és egy 92 előtt volt,
valamikor 89-90-ben, amikor a képzőművészeti kiadóban, ahol én szerkesztő voltam, összegyűlt a EMA, és egy megbeszélést folytattunk arról, hogy Erdély Miklós kötet készül. Akkor a kiadó, amelyik csőd közelben volt, de valami nyesztőt kapott valahonnan, elvállalta volna a kötet kiadását. Ott ült a Vörösmarty tér 8. emelet, nem tudom, hanem a szobájában a teljes EMA. Én nem voltam. Te nem voltál ott, édesanyád ott volt. Még talán Kovalszky Márta és aki nem először, hogy mit keresett ott, de ott volt. És Schwarzenfels megállapodtunk abban, hogy 2 éven belül megjelenik egy kötet, egy monográfia és élet akkori állapot szerint életnek a is. Ezt csak azért gondoltam elmondani, hogy ez akkor talán 3 vagy 4, maximum 5 évvel lehetett azután, hogy Erdély Miklós meghalt. Amire én viszonylag jól emlékszem, hogy az EMA ott veszett össze a Vörösmarty tér 8. emeleti tárgyalójában, és megígérték egymásnak, hogy nem állnak többet szóba. Tamás erre mondta azt, hogy magyaros, magyar történet. Egymással nem állnak szóba. Hát ott a megbeszélés során vesztek össze. Tudod, akkor mit lehet csinálni, mondjátok már. Valaki mondja már meg, hogy mit lehet csinálni. Valaki a Péter korosztályából álljon neki, és verje ki, és szórakozzon az EMA-val, csináljon egy monográfiát. Én más nem bírok elképzelni ebben az ügyben. Itt legyen valaki hős, és mondja azt, hogy meg akarja írni. Nem hiszek abban. De nem adnak oda semmit, be van zárva. Valószínű, hogy a Jánosnak sokan igaza van, tehát el kell kezdeni egy folyamatot. Lehet, hogy ennek az eredménye nem az lesz, ami feltétlenül a legjobb, de el kell indítani valamit, az nonsens, hogy ennyi évvel a Miklós halála után egyszerűen nincs egy olyan anyag, amit azok, akik egyébként a szellemiségét tudtukunk kívül is valamilyen módon próbálják megismerni, vagy akár tovább is viszik, vagy csak tudakozonál. Egyébként van egy, bocs, hogy eszembe jutott valami, hogy akár azt is meg lehet csinálni, ezt nem tudom, nincs kedvem nagyon bemutatkozni, de a balkont felajánlom, aki meg tudunk csinálni, nem tudom hány számot, aki Erdély Miklósról akar írni az EMA tudomásán kívül, az hívjon föl, és publikálni fogjuk, hogyha olvasható a szöveg. Ez jó, ez nagyon jó. Ezt felajánlom. Talán ehhez lehetne még kiegészítés és egy áthidaló megoldásként. Ez nem érinti az alapítvány is egyéb problémákat. Lehet nyugodtan csinálni egy omázsa erdélyi könyvet, azért mondtam ezt a 100 oldalt, abban nyugodtan szerepelhet egy bevezető tanulmány, ahol vázlatosan, vagy amennyire csak lehetséges helyére tennék pár dolgot, és abban lehet egy életmű válogatás, ami mégiscsak, és ez az anyag talán generálhatja a nagy monográfia sebességét is, vagy hogy mások rá tapadhassanak erre az anyagra. Tehát ezt mondom, hogyha ez megvan, nyomdaki szállapotig, utána ez az. Megvan itt a Gyurinál. Hogy én a Horizon Kutatóintézet képviseletében vagyok itt. Hangosan. A Horizon Kutatóintézet nevű csoportosulásnak a képviseletében vagyok itt. És velük már egy pont a kiállítás után az a szimpózium, az többek szerint hát elég szerényen sikeredett. És akkor utána csináltunk egy Hajas Tibor konferenciát is, ami egy egynapos konferencia volt, arról 8 órányi hanganyag az megtalálható az archiv.org vezető oldalon, ezek szerint letölthetetlenül, hogyha valaki el akarja olvasni, illetve a Horizon Kutatóintézetnek a weboldaláról letölthető az összes anyag, amit írtak róla. És az Erdély Miklósról pedig annyit, hogy a jövő évben indítjuk a Kincs nevezetű folyóiratot, és hogyha jól tudom, akkor abban lesznek kiadatlan Erdély Miklós szövegek is. Úgyhogy ez a folyamat ez bizonyos értelemben elindult. Van engedélyetek?
Februárban. Kiadott a szöveget? Ezzel nem jön foglalkozni. Nem tudom, pontosan melyiket. Kaptatok engedélyt a alapítványtól? Gyuri, ezt Gyuri intézte a Tarnóczi Jánossal. Persze. Szóval van engedély? Jó. Nagyszerű. És én arra gondoltam, hogy lehetne egy ilyen dolgot csinálni a te előadásod kapcsán, hogy az optimista előadást egy ilyen demonstratíve ingyenes websájtra a jogok feltüntetése nélkül kikéneted. Csak ezt az egyet. Fantasztikus. De fönt van. De fönn van, de... A hangja is, de, még a hangja is fönn van. Se gazdája, se jogtulajdonos. De oda van írva, hogy copyright tarara. Szabad másolni. Mi? Azt kéri, hogy vegyük le. Vegyük le? Nem, ezt mi föltesszük. Nem. Két C-t rakunk rá. De nem, ez már az art. De itt maradjon rajta, hogy copyright? Nem, ezt írnak meg. Mert én gyűlölöm a copyrightot. Én is gyűlölöm, de ezt majd megcsinálom. De a kedvetekért megcsináltam. Erdély Miklós kedvéért. Na, hol van? Azért tetszett ez a dolog, ez az ötlet. Gyurival megbeszélünk, bátyámmal, hogy ez legyen egy ilyen. Ja. Az optimista előadás, az legyen egy ilyen. Jó, persze. Jó, minden. Tiszta. Örökre. Sőt, őt különböző websájtra kell felrakni egyszerre. A bárki mások. A világ minden táján. Különböző nyelven. Tévi csatornát kell indítani, ami azt sugározza. Így van, pontosan. Közvetíti. Egyfolytában ismétli. Nem ismétli, hanem online fölveszi. Igen. Bármi, én bármiben benne vagyok. Bármi. Semmi nem kerül, csak a legyen. Csak nem annak kellene a titoknak, hogy nem tudjuk, hogy milyen az Erdélyos életmény, hanem mindenkinek hozzáférhetőnek kell lenni, hanem annak kellene a titoknak, hogy mi az, amiről szól. És azt kell fölfejteni, és annak kell kommunikálni. Tehát itt a terminológiai probléma van, ugye, mert egyelőre most úgy tűnik, hogy az a titok, hogy mi is igazából az Erdély Miklós életmű, holott annak teljesen közkézen kellene forogni. Így van. Teljesen. És mindenki úgy szeresse, hogy ő akarja abszett. Szeretni. Hm? Abszett. Nem? Sőt, de most ez van megtiltva. Ma ezt tiltották meg az Árpónak. Nem? Ma, ez lett mai tehát, nap, most nem így kellett volna összejönni, hanem most az itt jelenlévőket arra kellett volna meghívni, hogy az Erdély Miklós blogban, blog című, írják meg, és reagáljanak. Azért muszáj jobb díjat kérnünk bizonyos dolgokért, mert például az archívumnak a fenntartások pincedíját nem tudjuk kifizetni már. Ki kell fizetni? Hát igen, de szerintem ez előfeltétele egy idő után, utána, hogy el lehessen adni, hogy ki lehessen adni, hogy, tehát egy csomó olyan dolog, ami pontosan annak a következménye, hogy egy fokú ismertség kell. Hogy azt a titkot, azt a titkosságot, azt a titokzatosságot, vagy azt a nyíltságot, amit az Erdély Miklós és a munkássága jelent, ezt tudják és ismerjék. És ezt ingyen kell adni először. Persze. Ingyen kell adni, hogy utána többet kaszálhassatok. De ezt én már 94-ben elmondtam neki. De nem értik. Már egy pár dolog. Nem értik meg. Szabad útjára engedtük a dolgokat, én is egyszer csináltam. Nagy hibát, volt egy Erdély Miklós emlékest, és mindenki azt csinálta, amit akar, omázsa Erdély Miklós. Nagyon szörnyű volt. Nem biztos, hogy jó az, hogyha teljesen szabad útjára engedjük a dolgokat. Tehát valahogy azért legyen valami szakadék. De figyelj, nem egy este kell csinálni, hanem minden este. Este is el lehet rontani. Minden este, a világ minden táján. Szóval saját hibám. Lesz, ami jó lesz, ami nem lesz annyira jó. Hát egy este az csak rossz lehet. Nem? Na ez mit? Úgyhogy elnézést, nem sikerült. Szóval én egy pába szorult féregnek érzem magam Erdély Miklós szobájában, érted? És már nem is akarok rá gondolni. Eljutottam addig, hogy kezdem utálni Erdély Miklóst, képzeld el. Már ne hergeld magad. De nem hergelem, hanem dühös vagyok. Kurva dühös vagyok. Fordíts magad felé. Hát ne viccelj, ez nonsens, amit folyik. És ott van az Erdély 9 parancsolata, egy csomó példányban megcsináltam, de szerintem minden meg kell csinálni 10 000 példányban, és az összes postaládába bedobni, mint a választáskor, amikor választási cédulával együtt. Mert az a legfontosabb. Erdély Miklós etikája például. A kuratórium tegye magárévá. Az alapítvány kuratóriuma. Erdély Miklós 9 pontját. És a legfontosabb a 9. Az a legfontosabb, mert az ellen bűnözik a banda egyfolytában. Az intézményesedés, érted? Az agyuk egy intézmény. El van intézményesedve az agyuk.
Mindegyiknek. Tamás, mit szólsz ehhez? Hogy az agyuk el van intézményesedve. Azért nem tudsz velük beszélgetni. Azért nem válaszol, mert az intézmény nem válaszol. Hm? Mit gondolsz? Ennyi? Nem tudom, gyűjtsünk aláírás, még ötleteket de, szerintem. De ez eléggé személyes lesz, meg furán fog hangzani. Én szerettem volna, hogyha olyan édesapám lett volna, mint Erdély Miklós, és egyetlen egyszer voltam csak fönnálla, 84-ben a Kukorellivel, amikor csináltunk a Belvárosi Ifjúsági Házban egy Mária Fesztivált, amire a Gyuri Gyönyörű szobáit adta ide, és akkor a megnyitó után, utánam jött a Gyuri, is mondta, hogy valamit akar mondani nekem a Miklós, mert ott fönt nála, amikor megkérdezte, hogy én mit csinálok, nem bírtam semmi mást mondani, nagyon őszintén neki, hogy semmit. És amikor odahívott a megnyitó közben, akkor azt a mondatot mondta, hogy most már értem, hogy mire vagy miért vagy ilyen szerény, és ez az egyetlen mondat mind a mai napig él bennem. És nagyon sok mindenhez erőt ad, ezért gondoltam, hogy a magam részéről valamilyen módon ebből visszaadni, talán ezzel a könyvvel tudnám. Ennyit szerettem volna mondani. Remélem, hogy sor kerül arra, hogy ezzel érjünk ezzel a felajánlással. Dani, ezt végig kell gondolni, hogy mit lehetne. Én nem hiszek el semmit. Semmit. Nem tudom. Figyelj, ez egy légüres tér, amit van. Azt kérdezni, hogy az Erdély Miklós Alapítvány 4 illetékese örökre illetékes ott? Ott milyen az alapító körök? Nagyon jól rátapintottál egy óriási problémára. Kicsit hat mondat elmondani, de nagyon-nagyon nagy baj van az Erdély Miklós Alapítvány, mint intézmény, mert annak idején a Konrád György ötletére tehát a Batthyány Alapítványon, Batthyány Társasággal csinált az Erdély család ezt az alapítványt, és a Batthyány Társaság az akkori elnöke Vermes Péter filmrendező miatt tulajdonképpen egy nem létező szervezet, és emiatt, mint alapítvány nem tud működni gyakorlatilag. Nem tud döntést hozni, nem tudja közhasznúvá tenni magát, az elnök még mindig a Peternák papírra nem tudja átadni az elnökséget az Anikónak, és a főváros ügyészséghez mentem, hogy ezt a dolgot megváltoztassák, és ők maguk, mivel a Batthyány Társaságnak olyan 10 alapító, az egy egyesület, aminek 10 tagja kell legyen, olyan tagjai vannak, mint Habsburgoktól, meg mit tudom én. És a főügyészség az azt mondta nekem múlt héten, mert ugye több mint egy éve adtuk be ezt a keresetet a Batthyány Társaság ellen, mert nem jelennek meg, nem lehet elérni őket, nem lehet nélkülük, mint alapítók nélkül változtatást csinálni. Hogy ilyen nagy emberek vannak, nem mernek igazán eljárást kezdeni ellenük, mert ugye a főügyészség tudna ellenük egy eljárást kezdeményezni. De hogy már eltelt az egy év, amióta semmiféle tehát jelét nem adtak a működésüknek, és megígérték, és lehet, hogy tényleg ebből valami sajtó kampányt kéne csinálni, hogy akár milyen nevek vannak benne, ha nem működik, és nem csinálja meg. Szűnjön meg! És hogy úgy lenne, hogy akkor a főügyészség följelenti azt a társaságot, akkor lenne egy ilyen polgári per, ahol felperes ugye a főügyészség felperes, érdekes volna, és ha megnyerik, akkor ki lehet, mint egy halott alapítót ki lehet ebből a dologból vonni. Viszont az Erdély családdal is, mint alapítóval baj van, mert az Erdély család az se nem egy intézmény, se nem egy jogi személy, se nem egy személy. Tehát ez egy hülyeség volt, hogy a Szitugi Erdély család. Tehát
Ez most derült ki ilyen egész konkrétan, amikor ezzel a főügyésszel jó sokat beszéltem egy hete, attól függetlenül még nem is tudtam, hogy ez a vita lesz, de ezt így most így közzé teszem. Tehát vagy egy új erdélybiztos alapítványt kell csinálni, ami működni tud, tehát alapítványt... Vagy tehát nem lett megállapodni, hogy szűnik. Nincsenek meg, eltűntek, címükön nincsenek. Mi az akadály az alapítványnak? Tulajdonképpen ugyanarra a célra két alapítványt létrehozni elvileg nem nagyon hiszem, hogy lehet, de ez téma, hogy egy új alapítványt kell csinálni. Tehát nagyon elszúrtuk itt annak idején a Konrád Györgyel ezt a dolgot. Hittünk ennek a társaságnak, akik 60 milliót ígértek, akkor volt szó, amikor a Kowalski Mártával, még a Székesfehérvár kiállítás idején akartunk egy könyvet, katalógust csinálni, elmentünk Bekkével, a Mártával, a Vermes Péterhez, és közben, időközben derült ki, hogy ez egy szélhámos. Úgyhogy ilyen dolgok vannak a háttérben, és nagyon sajnálom, de ez jó, de most ez időtlen időkig, ez hogy? Hát nem, ez most, ha egy évig nem jelentkezik, akkor föl lehet jelenteni. Jó, de ez most már hány éve van? De ez már sok év. Várját, az alapító kiratot, akkor más, ez kapcsolódik. Nem vagyok jogász, de az az érzésem, hogy egy idő után automatikusan szűnnek meg nem funkcionáló intézmények, nem? Úgy csak egyszer, amit valami Zsuzsi nevű kislánynak a csont belülültet, átültetését megcsinálták, akkor valami egy-két dologban megjelentek, akkor valami Batthyány gróf utód betelefonált az ügyészségre, tehát ők valami nagyon sötét dolog van ott körül. Nem tudom. Ezt figyelj, csinálni kell egy új alapítványnak, hogy a célja az, hogy az Erdély Miklós életműnek a pedagógiai célra való hasznosítása célra, és ez teljesen más, mégis az. És akkor kérdez, ezt meg úgy hagyni ott a francba, hadd rohagyni. Szerintem is, te kérdez, ja. Vagy egy baj, na, társaságot. Ez a jó, végre, bravo, volt. Egy jó ötlet. Én hozzájárulnék. És az a csótázat ott kell. Értitek ezt a problémát? Én abszolút. De ez egy valós is, nem? A kitágítottsága ennek a témának rávilágít arra, hogy másutt is hasonló őrületes problémák vannak. Más? Hol? Másutt. 2002. december 6-án elkezdtem összeállítani a Pop Art konceptuális művészet akciózus témakörben egy gyűjteményt. Fél év alatt másodmagammal 1100 művet gyűjtöttem össze, 70 művésztől és művészcsoporttól. Ezt a gyűjteményt nagyrészt digitalizálva egy hordozható, intelligencia fokozó múzeumnak nevezett műtárgyban, mondjuk így, helyeztem el. Ez be lett mutatva az Ernst Múzeum Dorottya galériájában, majd Bécsben, a Babad Foundationben, 2004-ben, és ebben az évben a Genfi Múzeum modern és kontemporális művészetek múzeumában. Erről az 1100 mű, magyar művet és 70 művészt és művészcsoportot tartalmazó egészen elképesztő, megrendítő múzeumban, nem tudom, hogy kezdtem a mondatot, szóval erről egyetlen betű nem jelent meg, mondjuk egy kicsit karikaturisztikusan fogalmazva, a magyar sajtóban. A balkonban egyetlen egy betű nem jelent meg róla. Az új művészetben egy ostoba, rosszindulatú cikkecske. Hála Istennek, Tábor Ádámnak remek cikke az élet és irodalomban megjelen, ugyan nem erről a múzeumról tágértelemben véve, hanem az egyik főhőséről, dr. Vég Lászlóról. Tehát némi nyoma azért van annak, hogy nem hazudok. Tehát kitágítva az Erdély Miklós életművével kapcsolatos problémákat, szeretnék rámutatni nyilvánosan arra, hogy ez nem csak ott zajlik így, másutt is így zajlik. 1100 ismeretlen, zömében ismeretlen magyar műről egy árva szót Magyarországon nem írnak, míg Bécsben Fischer, az államelnök nyitotta meg a kiállítást, és így tovább. Most megy Dániába, és remélem Kaliningrádba.
Szóval az, hogy Erdély Miklós életművével ez történik, az csak egyszerűen rímel az összes többire. Tehát ami folyik, kérem szépen, az elképesztő. És hogyha egy picit a mélyére nézünk a dolognak, nem kell osztályharcosnak lenni, kapásból látja az ember, hogy azok a személyek, akik az intézményeket személyükkel tartják életben, vagy fél halálban, azok a felelősek. Kérdezem én, hogy miként lehetséges az, hogy a Magyar Nemzeti Galéria vezető igazgatója a mai napig az az ember, akinek megtaláltuk az aláírását a Balaton-Boglári kápolnatárlatok bezárásával kapcsolatban, ugye, ez nem rágalmazás, ő maga elismerte néhány héttel ezelőtt egy ide vonatkozó e-mail kérdésben. Hogyan lehetséges az, hogy Nérai Katalin még mindig két múzeumnak az igazgatója egyszerre, ma Magyarországon, 15 évvel a rendszerváltás után, azután, hogy ő a kulturális kapcsolatok, külföldi kulturális kapcsolatok intézetének volt az alkalmazottja, ahol ugye mozaikkal, ravennai mozaikkal volt kiírva a falra minden szobában, hogy nem minden belügyes külügyes, de minden külügyes belügyes. És folytathatnám a listát. Szóval kérem, rendszertelenség változásra van szükség. Kelletlen a helyzet. Van. Bravo, ez jó volt. Kezdjük el, Tamás. Rendszertelenség változás. Igen. Ja, kezdjük el. Én benne vagyok. Ki még? Elkezdtem. Tamás, ezzel kapcsolatban csak azt tudom mondani, amit most elmondtál, hogy az Árpul Erdély évétől kezdő, de mondjuk csak az Erdély évet vegyük, a 94-es évet, semmi nem jelent meg. Egy évig Erdély Miklóssal foglalkoztunk, semmi nem jelent meg a sajtóban. Nem igaz. Bocsánat, nem igaz. Nem. Hírek, csak a hírek. A Balkonben egy csomó. Nem, egyetlen. Decemberben találkoztam a Izéval, a Éva, milyen Évával? A Forgács Éva hazajött Amerikából, és véletlenül találkoztunk a Forgács Évával, és mondom, erre emlékszem, ezt akkor nem tévedek, ezt én arra emlékszem, hogy akkor mondtam neki, azt mondja, tényleg? Mondom, tényleg. Erre ő írt a Balkonban, az jelent meg nálatok decemberi számban. Meg egy interjú sorozat. Na ennek utána nézek, ez nem. Mondom, ne. Jó, ez csak egy év volt. Minél jobb kiállításokat csináltunk az Árpulban, annál kevesebb sajtója volt. Az milyen? Úgyhogy én, ha nem írnak semmit, akkor tudom, hogy jót csináltam. Én így viszonyulok ehhez. Nem tudok máshogy. Van még valami? Mindenkinek boldog új év. Jó. Szerintem akkor kockázzuk valamivel. Jó. Meg régi évben. Ennek örömére. Kár László. Szóval a Kár László esetére nem emlékszem pontosan, de valami olyasmi rémlik, hogy felajánlotta óriási gyűjteményét a Magyar Államnak. Nem kellett. Körülbelül 5 évvel ezelőtt egy olasz nő felajánlotta József Beuys gyűjteményének egy részét. Azzal utasította el a Ludwig Múzeum, hogy multiplikák nekünk nem kellenek. A szakember nem tudja, hogy minden multiplika, mondjuk a festményt és a rajzot kivéve, minden multiplika. Ezt nem tudom, átgondolta-e valaki valaha. A vers multiplika, a szobor multiplika, a színház multiplika, minden multiplika, kivéve a festményt és a rajzot. Neki multiplika nem kell. Miközben József Beuys azt mondta, hogy azért készített multiplikát, hogy nagyon terjedjen el. Na hát, Nérai Katalin azt mondta, hogy ide már ne terjedjen el. Körülbelül 3 évvel ezelőtt
Francesco Conz, a magyar származású olasz műgyűjtő, főként Fluxus műveket gyűjt. Hatalmas gyűjteményének keres múzeumban. Akkor én szóltam itt e-mailekben a körbe, senki nem reagált. Most újra fölmerült az adományozás kérdése, újból szóltam az e-maileken, 4-5-en reagáltak, mindenki tanácstalan. Tehát az Erdély Miklós egyebek és a műgyűjtemények kérdése pontosan ugyanabban a regiszterben zajlik le, a tehetetlenség, a butaság, a rossz indulat jegyében. Szép művészek itt nem érdekli a Konszint az anyaga? Nem? Nem tudom. De őket megkérdezted, a szép művészet itt? Megkérdezted? Nem, hát a lista az nem tudom, körülbelül 32 nevet tartalmaz, akinek elküldtem, köztük van néhány múzeumi igazgató is. De mondom, a szép művészeti közte van? Az igazgatók nem jelentkeztek például ilyen ötletben, hogy kérdezzük meg a szép művészet. Hát, Kásfó Juditot kérdezni. Hát ők kifejezetten alkalmasak. Jó. Biztos. Kár lenne. A Konznak fontos, hogy az anyaga van. Kár lenne. Nem kell sehova.